Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk. Hello! Hello, Feri, hello, Jani! Sziasztok, jó reggel! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Én gyerekek annyira kiégve és annyira fáradtam, hogy én nem tudok ma szerintem sok jót jósolni. Annyira sokat kivett belőlem az egy hét, és annyira sűrű volt, és annyira jó, hogy ürül az endorfin is. Tehát mi is, ahogy elfáradtunk, emlékszel arra a vacsira, ott csütörtökön, vagy szerda este, Egerben, Isten, vagy jacuzzi szobára. Hallottam, hogy jó dolgot volt, hallottam. Igen. Hát aki ilyet vállal, hogy éjjel-nappal rohangál le föl. De nem is emiatt, hanem annyira jó volt maga a turné, és annyira felfokozott hangulat volt, és annyira sokan voltak, és annyira nem is tudom, sokan szerettek bennünket. Utána visszajönni egy ilyen üres stúdióba, tudod, az mindig kell egy-két nap, mire átállsz, hogy oké, hát most akkor ez itt megy tovább, vége. Vége a Habzidőzsinek, vége a jólétnek, és megyünk tovább, innen bentről. Hát enyhén ingerszegény itt ez a hely. Igen. Ahhoz képest, amit ugye tapasztaltunk az országos kitelepülés során, és hát én nagyon mentem volna tovább, annak ellenére is, hogy most már elég rossz idő lesz egész héten, tehát hogy a múlt héten nagyon nagy szerencsénk volt, nagyon megnyertük, nagyon kegyébe fogadott minket a jóisten, vagy hol anyó, vagy mit tudom én, kifelelős az időjárásért. De hogy így nagyon-nagyon jó volt, és én annyira sajnálom, hogy már nincsenek ilyen kéthetes kitelepüléseink, mert végigtolni az egész országot, tapasztalni azt, hogy mennyire szeretnek, mennyire ragaszkodnak hozzánk az emberek, mert hogy ezt mindenhol elmondták. Jó volt, ahol azzal fogadtak, hogy milyen alacsony vagyok, volt, aki meg azt akarta elmondani, hogy mennyire szeretnek minket, és hogy mennyire ragaszkodnak. Persze, hát igen, hát mindenkinek kell egy kis öröm az életébe. És hát basszus, nagyon jó volt, nagyon jó volt. Tehát, hogy így mindenhol tényleg az, hogy tömegek fogadtak minket, mindenhol nagyon nagy szeretettel, mindenhol nagy megbecsüléssel, megértéssel, blablabla, bla, bla, tudták, hogy mi állít ennek az egész történetek a háttérben. Igen, helyesek voltak, készültek, aranyosak voltak. Fantasztikus volt, tényleg fantasztikus. Jó helyre ment az autó is, úgyhogy jó volt. Nagyon. Jó volt a pénteki hajózás is, nagyon szerintem, úgyhogy tényleg jó kis turné. Jó kis turné volt. Ők talán azok nem lehetnek benne ebben a körben, akiket említett, hogy boldogok, akik kint vártak a Dunaparton. De visszamentük érvünk. De visszamentük érvünk, beszálltak, elvitték őket motorcsónakozni, szóval és így is mi csomószor elmondtuk, hogy nem biztos, hogy mindenki be tud szállni, ahhoz képest szerintem azért a nagyobb end volt nálunk. Csomó, sokkal több emberrel indultunk el, mint amennyi valójában el lehet. A kapitány már csak a végén mondta, hogy már annyira megsüllyedt a hely, hogy ezt már nem. De nagyon-nagyon jó volt. Viszonylag nehéz volt lekönyörögni azt a 20-30-40 embert, akik már ugye voltak velünk egy kört, de ugye még jó lett volna, hogy picit leszállnak, hogy mások is fel tudjanak szállni, hát ott azért az betyáros volt. Mert nem adott fel a jó pozíciót. Igen, kiteszi fel a kezét, kiszállna szívesen a hajóról. Nézd, már mindenki leesett az aláírókát. Mindenki nézelőtt el jobbra, balra. Pisilnem kell. Igen, nagyon senki nem akart leszállni. De tényleg, szóval nagyon. Jó kis turné volt, és hát az idő, hát egy gyerekek, ami bejött most, nem? Tegnap este megérkezett a nagy esőzés és vihar, most holnap a mai, hideg is. Igen, a mai még istenes lesz, mert ugyan esik, de 20 fok körül itt mondanak. Holnap alakul? Holnaptól ilyen, mondtak egy max 10-et. Az azt jelenti, hogy reggel az 2. Így van. Ugye? Így van. Hát én már reggel ránéztem az applikációt, láttam, hogy 15 fok, mondom, hol a hideg. Hát majd holnap. Holnapra jön meg. Majd holnap, nem baj, mert legalább a poloskák téli állagra szenderülnek. De megyünk most hétvégén, pénteken még azért újra. Igen. Nem? Igen, lesz még egy kitelepülésünk, majd halljátok a spotot a rádióban. Lesz még egy speciális rendhagyó kis kitelepülésünk, az egyik ilyen elektronikai termékeket forgalmazó cég valamelyik áruháza elé, majd halljátok a részleteket, és millió egy nyereményt lehet majd bezsákolni. Igen, ez ugye pénteken lesz, úgyhogy megyünk. Hát ez nem kifejezetten ilyen turné jelleggel, meg kitelepülés jelleggel, ez csak egy állomásos, és hát rengeteg mindent lehet majd, ahogy Jani is mondott, is nyerni. Hétvége jó volt, rendben volt? Jó volt. Tegnap kirándulós nálunk. Igen, kirándultatok? Én melóztam, de tegnap azért mondtam a srácoknak, hogy még csapjunk bele. Apa, esik, nem érdekel, menjünk. Merre sikerült? De ja, csak ott pákozt, tudod, ingó kövek, amit hát Soma egy F betűvel az elején megtoldva szokott nevezni, az ingó köveket, tehát F. Igen, ingó kövek. Szóval beteg a gyerek, mondtam, hogy de sok minden. Apa, hidd el, ennek van értelme. Gyerek a gyerek. Igen, mert hogy kimentünk, és nem inog, ugye? Tehát, hogy ott a kő, érted, mint a veszedelem, marha jól néz ki egyébként, tehát ilyen több. De miért a másik variációt ezt tapasztaltátok? Azt mondta, hogy nem inog, oké, jó, nem inog, de. Igen, de azt mondta, hogy az még azért lehet, mert ugye mindenki pukizik, nem mindig hallod a másikat, tehát a kőnél is lehet ilyen, tehát hogy az értelmes, az a része a dolog, és nem. Szakadj bele a levegőbe, Pál. Halad. Ez ugye, hogy sunyi, mi? Ez a közeli sertéstelep. Úgyhogy nem lehet kiverni a fejéből, mi arra jártunk, egy nagyot, úgyhogy jó volt, tök jó volt az idő. Erre például nagyon jó volt.
volt, aztán este felé már esett, vagy délután így elkezdett. Ott már jött egy kicsi, igen. A vasárnap volt csak ilyen. Úgyhogy mi nálunk a szokásos kis hétvégén mászás, meg tegnap kint voltunk a Noé állatotthonban, volt az Állatok Világnapja. Láttam a képeket. Megnyerték a Kingáik a jó időt, úgyhogy én nagyon örülök, meg ő is nagyon örült neki, meg mindenki nagyon örült neki, aki ott lehetett, mert csoda szép idő volt délelőtt is, meg kora délután is. Utána már tényleg elkezdett egy kicsit esni az eső, de hát elképesztően sok ember volt. Csabi kint volt? Kint volt, igen. Verával, Tóth Verával is összefutottunk, ő is ugye híres arról, hogy mennyire szereti az állatkákat, neki is olyan, azt hiszem, hogy három kutyája és minden három. Különböző kategóriák. Azt hiszem, hogy csivava, bulldog, kánekorzó, tehát egy ilyen a legpicitől igen az óriásig minden, és hát fantasztikus, hogy mennyi ember volt kint. Tudtok segíteni kint? Tehát, persze. Hogy melózni mentek ki, vagy csak nem. Simogatni? Vagy? Úgy nem. Én mondtam nekik, hogy már volt mászófal, mondtam nekik, hogy jövőre, hogyha egy picit korábban szólnak, én tökre szívesen kimegyek így biztosítani, talán 3-4 órán keresztül is akár a gyerekeket, hogy próbálják ki ugye a mászást, de nem. Adománygyűjtés van ilyenkor, meg állatsimogatás naposztat. Tehát, hogy mindennel lehetett találkozni. Valaki nem zártak be az egyik kaput, és kiszaladt egy kis szarvas, az egy picit azért okozott egy bonyodalmat, amikor így helyből átugrik egy pultot, tudod, amin éppen pólókat árulnak, itt tudod, így jön egy szarvas, és hattunk! És átrepül feletted, miközben kínálgatsz egy Noé-s pólót. És kiugrott? Aha, igen, mert valaki nyithajta a kaput, igen, és a belső részről, hát ő is részt akart venni egy kicsit az örömködésben, a jamboriban, mondta, hogy akkor poroszkál egy kört ott, ahol egyébként is mindig szokott, és akkor itt szépen így átvágott így az emberek között, így tudod, és akkor ott állsz a kezedbe egy vatta cukorral, és elszalad mellett egy szarvas, és nem kicsi. Mivel szólítod azt, mert a macskának mondod, hogy cic, de a szarvasnak? Anyám, gyere vissza. Sörétet. Az állatotthonban jól lett van. Sörétet. Pörkölj rá, Józsi, pörkölj rá, szöki. Mi jó lesz az pörköltnek? Ez egészen pici kora ott van már, és hallgat az emberi szórát. Van, hogy van ott jó néhány olyan ember, akikkel naponta találkozik, és tökre vissza lehetett terelni. Tehát, hogy csak ki akart jönni egy picit, hogy ő is össze akart tenni egy kis boldogsághormont. Mi volt a legexotikusabb, amit meg lehetett simogatni? Csabi. Csabi? De ő hagyta magát. És Csabázi Csaba. És hát marha jól látni, hogy ugye nagyon jó szocializált állatok vannak kint, kihozza egy csomó ember a saját kis kedvencét, vagy családtagját, és aztán ott össze-vissza rohad, de hogy így tényleg így ilyen 60-80 kutya így föl alá, és bohockodnak, és játszanak. Csak csodálatos, tényleg. Nagyon jól éreztük magunkat. Jól nálad? Nálam? Meló? Volt meló is szombaton. Végre. Vasárnap, mikor volt az? Ha az, amire gondolok, az szombaton. A szombaton. Nem, tegnap sportoltam egyet végre, hosszú idő után, tudtam egyet gyatra játékkal. Foci? Tenisz? Nem, teniszeztem egyet, de hát nem volt az igazi. Lejöttem most kicsit róla, és így viszont nem volt jó. Úgyhogy az volt, gyerekeztünk, semmi extra végezem. Jó, ott kicsit otthon lenni. Most így nem volt nagy jövésmenés. De nem is baj egyébként. Nem is baj, jót tett. Jót tett egy kicsit. Más nincsen egyébként. Más nincsen nagyon. Nézzünk gyorsan egy-két SMS, mit írnak a hallgatók. Azt mondja, hogy semmit egyelőre. Az a király volt, mi is köszönjük, akik nem tudtak elmenni. Mi is, akik nem tudtak elmenni. Aztán Trafi, Nagy Káló és Bili között a 30-as táblánál ugyanez a hallgató küldte nekünk. Ki állna nektek már egy vereség, írja valaki. Hoha, 5-0 volt a múlt hét. Na mindegy, hát ezt nem kell magyarázni. De mit mondjunk arról? Hát, ki járna? Mondjuk azt, hogy ki így járna. Van. Tényleg, ki járna? Persze. Tehát, hogy így nem kell magyarázkodni. Valaki azt írja, kikapnék. Ez a jó hozzáállás egyébként. Ez tetszik. Igen, ez jó. Kikapnék. Igen. Tök jó volt. X-faktort láttatok? Most nem néztem. Nem? Jó volt? Nem. Én a múltkor itt megnéztem. Na, milyen a zsíri? Én nekem nagyon tetszik. Jó? Tetszik? Szenzációs. Nagyon jó. Hát a Gáspár Laci, meg a Báj Alex ketten, hát ő teljesen elmávoló. Igen, a Báj Alex azért van ott, hogy tudjon ki reflektálni a Gáspár Laci, akkor zseniális választás volt. Egyébként nem értem továbbra se, de... Rettenetesen szórakoztatóak. Fú, nagyon. Én most valahogy belenéztem, otthon voltam szombat este, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Nagyon jó hangulatú. Én örülök a fiatalitásnak. Jó tett. Semmi baj a Szikorával, meg a Gesztivel, meg a keresztesek kikottak, de hogy ez most nagyon jó. Hát a rossz idővel mi megint elkezdenek a hosszú tévézős esték, úgyhogy... Muszáj lesz egyébként, igen. Hát lesz valami műsor, amit érdemes is nézni. Na igen, muszáj. És az énekesek jók? Mert ugye én még ez most nem arról szólt, hogy az adás. Csak az előválogató van. Ilyen castingon tudod, itt inkább a hülyék vannak. Ez szórakoztató üzemmód. Itt szórakoztató üzemmód van, itt bolondok, félbolondok szerepelnek.
Úgyhogy abszolút, abszolút, abszolút jó volt. Jó van, elmenjünk egy picit hírezni, meghallgatjuk, mi történt a hétvégén. Már úgy értem hírek szempontjából, aztán jövünk, ha játszanátok, jelentkezzetek játékra. Jó, írjatok SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. 3-7 múlt, pontosan 3 perccel. Merre vagytok? Itt vagyok a Batyin. Kicsit késtél csak el, de van címje. De a hajót nézd meg, biztos ott parkol valahol. A hajó ott van. Táltos? Mi volt a neve? Táltos? Igen, Táltos. A Táltoson voltunk, gyönyörű, nagy, jól nézett ki, két testű, azaz katamarán, belül meg volt csinálva, tele voltunk mindenféle zászlóval. Jó, én nagyon élveztem. Tényleg, meg jó, az, hogy ennyire jó idő volt még, és hogy ennyire sütött a nap, szóval tényleg minden mellettünk szólt. Kivé a frekvencia. Azt mondja, hogy 6.45 van, és Budakeszi áll, mint a szög. Hát, 6.45-kor már beáll a Budakeszi. Ennyi, eső. Uh-huh. Eső, mindenki azzal jött autóval. Négykerekű esőernyő. Ennyi. Atya úristen, atya úristen. Na jól van, nézzük akkor meg, hogy kivel játszunk. Jó, mennyire nyertük a múlt hetet? 5-0. 5-0-ra hoztuk? Uh-huh. Jó, atya úristen. Igen. Nagyon csúnyán kikaptak akkor most. Hát igen, 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 ezt nem kell magyarázni, ez győzelem. Igen, ezen nincs egy magyarázat. A vereségeket szoktuk. Na megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Szervusztok, jó reggel. Szia Balázs, szia Jani, szia Feri. Hello, szia, jó reggel. Szia Gül. Hello. Nem Ákos. Atya Isten. Hello Zoli, jó reggel, csáó. Honnan hívtál minket, Zoli? Budapest 9. kerület, nem messze a Népligettől. Na hát akkor itt vagy tulajdonképpen közelben. 3-400 méterre kávé, igen. Be is ugratottál volna. Nem. Még odaérhetek egy gyors sprinttel, gondoljátok. Nyomjatok be egy zenét, DJ Oti tegyen be valami jó kis retrót, aztán az alatt odaérek. DJ Otinak mindig van majd betenni. Csak hát elég nyugos és elég nehéz vele alkudozni, és nem akar. Most számára nem akar, nem vállal fellépéseket, nem tudom, mi baja van egyébként. Uh-huh. Mert így feljebb sófolhatja az árat. Egyébként igen. Lehet, hogy így drágább tud lenni. Kivel játszanál, Zoli? Hát mondjuk DJ Otti hasonlásával, mondjuk egy Balázsral szívesen. Jó, kezdhetjük a hetet, nézzük meg, hogy mire megyünk, jó? Nem. Oké, okay, Jani. 3-2-1, fire! Na itt vagyok. Szia Balázs, kezdte a játékot, azt szeretném, hogy te kérdezz. Azt akarod, hogy én kérdezek? Mit csináltál hétvégén? Mesélj egy kicsit. Ott van izgi. Kérlek szépen, először is kipihentem a pénteki napot, ugyanis nagyon korán keltem, hogy eljussok a hajóra, bár ott? Az első kör az így is elmaradt. És ott voltál tényleg? Ott voltam. Felfértél? 3-4-6-ra érkeztem meg, úgyhogy csak a 7:30-as körben tudtam csatlakozni hozzátok. Hát ez már késő. Nagyon jól éreztem magam. És aztán fel is tudtál szállni a hajóra? Így van. Arra gondoltam, hogy a 7:30-as körben csatlakoztam a hajóra. Hol voltál? Lent vagy fent? Vagy hol voltál? Hát az igazat megvalva fölül kellett volna lennem, de alul voltam végig, mint ahogyan szerintem tehát leszöktél, sok. Leszöktél? Nem szöktél. Gyerekek, érhetetlen vagyok. Nem volt rossz egyébként a játékosunk, de hát, amikor kellett, egy pici összezavaró kérdéssel már is. Nagyon koncentráltál, Zoli, majdnem meglett. Majdnem, Zoli, nagyon jó volt. Hány másodperc volt? 10. Basszus. Minden. Bizonyám. Ezt így viszont jól elbuktad. 10 másodperc. Milyen kevés idő, milyen hamar elment volna. De hát... Néztem tegnap Balázsa az élő kasszatív bejelentkezőkedet. Jaj, ne is mondd. Tibi rámuszította a Gombrát Facebook közösségét, és csúnyán elvesztettem a fogadást. Igen, és próbálok belőle valahogy kimászni, mert egyelőre nem állok túljól. Tibi rám szállt. Nem sok, egy 60 ezer lájkot gyorsan összeszedett két nap alatt. Igazából nem volt sok. Elmarad a csücsörítés és a farkosalzon. Megpróbáltunk dílelni, igen, majd elmondjuk, hogy mire jutottunk. Megpróbáltam valami közös dílt. Valami közös dílt kihozni. A kettőt így összetömörítették, és csücsörítés farkofával lett a vége. Igen. Na jól van, oké, figyelj, hát nincs elég. Hát, mit mondhatnánk? De nagyon hát, szépen köszönjük, hogy kijöttél pénteken. Majd legközelebb, mert az már olyan uncsi, mindenkinek azt mondjátok.
meg hát úgyse biztos, hogy még ebben az évben vagy mostanában lenne legközelebb, de reménykedjünk, hogy majd jövőre még játszunk. Bízunk benne, köszi a játékot, ciao. Hello. A 11. Szentendrén tört Pest felé megdöglött, elő a kötélidegekkel. Hát szerintem most mindenhol ez lesz. Eső van, hétfő van, készüljetek, hogy ez most borzasztó lesz. Ahogy nekem is írják, hogy Balázs, borzasztó a hangod ma reggel, és a bor nagybetűvel. Aha, ezt most már nem mosod. Igen, minden nap iszom alkoholt. Azt lesem estjén, Balázs. Budakeszi 6.45-től be van állva, nagyon durván, úgyhogy vigyázzatok, és Lányvár belterületén Védával mérnek. Ez pedig a szállító küldte nekük. 6 perc van, 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ja, hogy be kellene nyomnom a gombot, hát úgy azért könnyebben tudok megszólalni. Sokat segít. Elkezdtem beszélni, úgyhogy nem adtam be saját magam, úgy azért ez egy picit nehéz lesz, igen. 7 óra után vagyunk 10 perccel. Azt hittem rossz rádióra kapcsoltam, de csak Bali Szabillát, írja Bobi. Lekötöztük odakint, amíg Jani garázdál. Jó kis Billy Idol feldolgozás a Children of Bodomtól. Ja, hogy ez nem is az eredeti volt? Nem. Fel se tűnt? Olyan jó fele dolgozták, érted, hogy... Hát gyakorlatilag egy az egyben az eredeti, csak azzal a különbséggel, hogy ennek a hangzása az egy picit acélosabb. Jó, mert hogy nem is vettem észre igazából. Most ugyanez a Scootertől. Ők is megcsinálták? A Scooter is megcsinálta a Rebeljelt? Nem tudom. Igen, tényleg, megcsinálta a Scooter is, persze. Adjunk le azt is. És utána az összes Rebeljelt feldolgozást, amit megtörtént. És a legvégén az eredetit. És tényleg a végén az eredetit. Egyébként az lesz a leggyengébb valószínűleg. Az a gyenguszka, igen, de a szkúteré az jó, csak az olyan szkúteres, igen. Azt mondja, hogy ez aztán eredetiben jó, elég rossz, írja valaki. Na látod? Ennyire mindenki máshogy gondolja. Azt mondja, hogy Suzuki is SMS-eket nagyon köszönjük. Nagyon rendesek. Igen, félreteszük őket a következő Suzuki játékra. Ők még hisznek valamiben, miért ez tök jó? Nem? Most ér ide, vajon? Hát... Gyerekek, nem lehet valamit nyerni a Balázséknak. Élküld már, hogy Suzuki. Van ez az autós játék. Kérdezzük már meg, hogy ő miért küldi el a Suzuki-t. Jó. Jó, csörögjön rá. De mert kíváncsiságból tényleg. Csak hogy mondja meg nekem, hogy most miért küld Suzuki-t. Hogy azt hallott, hogy van egy játék elküldi hátha? Vagy hát a szombaton beszélgetek a kocsmában, és ott mesélgette az embernek valaki, hogy te figyelj-e, megnyerték a Suzuki-t. És akkor azt gondolta, hogy ez vagy állandó rovat, tehát ez heti rovatunk egy Suzuki, vagy egy kicsit így félreértette, hogy még lehet játszani a Suzuki-t. Lehet nyerni nála, de naponta. Az is lehet, hogy most jön meg, tudod, tehát hogy annyi Suzuki esős jött, de az nem... Az nem szolgáltatót kell váltania. Tehát lehet, hogy a rendszerünk rossz. Nem vitatkozom. Halló, szia, morning show, Balázs Feri, Jani. Jó reggel. Ne jó légy reggel. Puha. Lehet, hogy robot küldte. Ráállított. Itt van még múlt hét hétfőn. Itt van még a Dázsom? Itt. Parkol. Hallod? Vezet? Hát vagy pisil. Felvette a feneke. Simán lehet. De intelligens feneke van. Tessék? Intelligens feneke van akkor. Igen. Hát miért, ha Balázs feneke videót tud csinálni, akkor egy ízét telefonhívást felvenni fenékkel, az megigazán semmi. Hát én élőben voltam a Facebookon nekem. Hát azért. Igen. Nem sokára öntudatára ébred a segged. Már vannak jelei. Különni életet. Már vannak jelei. Nem akar velük beszélgetni. Vagy tényleg. Lehet, hogy akkor a Suzuki-t is így küldte el farkofával. De egyébként simán lehet. Hagyjuk itt végig adást, hát ha egyszer megszólal. GPS-szel megy. Ír valamit.
Lehet, hogy még egy SMS. Most írja, hogy Suzuki a másik telefonját. Biztosság kedvére elküldöm még egyszer. Tudni, amit tudni. Na jó, hát ez most akkor... Na jó, nem, oké, kivehetjük, jó. Csak kíváncsi lettem a tényleg, hogy miért küld valaki Suzuki. De kedve csinált vele, mert nagyon sokan küldik például, hogy Lada. Az is jön. Intézzünk el egy Lada-t. BMW, Lada, minden jön most, igen. Passat, Volkswagen. Aston Martin, valaki elküldte. Mindjárt jön egy Aston Martin. Igen, Volvo. Suzuki, de csak a ti kedvetekért, írja egy hallgató. Azt megcsinálnánk, hogy az összes magyarországi gyártó, aki csinál autót, az egyet még így novemberig, nem? Lenne egy Mergánk, egy Audink, egy Opelünk, mi van még? Mire gondolsz, bocsánat, nem maradtam. Hát, hogy van még 6-7 ugye a deadline-ig, november 19-ig, és akkor minden magyarországi gyártó, aki így gyártott autót, az egyet bedobhatna, mint a Suzuki, nem? Lenne egy Mergánk, egy Audink, azt hiszem az Opel is, talán motorokat itt csinálják az Opel autókban, nem? Hát ugye egy ilyen búcsú ajándék a hallgatóknak, érted? Vagy mit tudom én, ilyeneket lehetne csinálni. Az nem lenne rossz egyébként, igen, ha majd oda tudnánk valahogy adni még egy autót. Valami nagy ajcsit. Vagy valami nagy ajcsit, igen, csak ez az autóadás, ez mindig egy ilyen nagyon kényes dolog, és ezzel vagy mindig mázlink volt eddig. Mert most is jó helyre ment. Nem tudom, hogy csináljuk, van mindig egy kis szerencsénk. Ja, hogyha olyan helyre megy, akinek mit kell, új autója van, vagy nincs annyira szüksége rá, akkor az... Igen, mert ugye azért voltak olyan játékosok, ahol van autó, ahol nem volt annyira régi az autó, aztán persze volt olyan játékos, majdnem nyertes, akinél nem volt autó, és a nyertesünk ugye egy gyermek volt, az apukával ott volt valami zavar, tehát egyedül nevelte a gyermekét, és régi autó volt a családban, tehát alapjából kiváló helyre ment az autó. Ugye, de hogy ez mindig mázli, mert mi van valaki, mi van, olyan nyeri meg az autót, ez én csomót gondolkozom. Hát, hogy aki... örülünk az autónak, és azt mondja, hogy mindig panaszkodik, hogy két sarokra van a tecsó, és csak amikor elviszom a karrierát, akkor nem tudja elmenni vásárolni. Jó, nem, hogy a Q7-es nem fér be a parkolóba. Nyilván a mi hallgatóink között, és egyetem lebecsül, hogy lenéző őket, de azért minket azok hallgatnak, mivel ahol nem egy Panamera, meg egy nem tudom, tényleg egy Gmerci. Hát én ennek inkább örülök. Igen, abszolút, de hogy. Lehet, hogy kéne csinálni olyan játékot, mondjuk ahhoz nyilván kéne egy autó, hogy... Jó, ezt a részt még hagyjuk nyitva. Még van egy idő. Én fejben ezt nagyon jól tudok autóval, autót költeni. Aha. Tehát, hogy fejben nagy autó elköltő vagyok. Jó, hát na most, hogy autóire vagy onnan, hát mert most valamit szerzünk. Figyelj, fedezetlen csekre csináljunk egy játékot. Még nincs autónk, de csináljunk egy autós játékot. Csináljunk egy autós játékot. Milyen szép befejezés lenne, most képzeljétek el, hogy csinálnánk egy olyat, mondjuk, hogy kizárjuk azokat, akik. Hogy tudjuk kizárni őket? Szóval, kizárjuk azokat, akiknek van autója, vagy akik olyan körülmények között élnek, hogy megengedhetik maguknak azt, hogy vegyenek egy autót. Szóval jobb körülmények között élnek. Uh-huh. Csinálnak egy olyan játékot, Feri, amit mondott egyébként, milyen jó lenne még egy autót adni ezen ötlet alapján, hogy csak és kizárólag olyanok jelentkeztetnek, akik vagy hátrányos helyzetben vannak, vagy nagyon sok gyerek van, vagy nincs autó, vagy bizonyítható módon volt egy játékosunk, akik leégett az autó. Igen, emlékeztek? Igen. Tehát kiégett az autója. Tehát rászoruló, kifejezetten rászoruló családoknak adnánk oda egy autót. Nap, mint nap, beteg, vagy mozgásképtelen gyereket viszi be, mondjuk iskolába, óvodába, stb. Tényleg egy ilyen. Hogy egy ilyet csinálni, mert akkor csak az játszhat, aki ugye valójában rászorul. Egyébként le lehet azért ezt ellenőrizni, ír neki e-mailt, jelentkeznek e-mailben, és akkor mi elmegyünk, megnézzük, beszélgetünk velük, hát azért, ha ott valaki hazudik, az hamar kiderül. Össze kell rapnunk egy olyan promó szöveget. Azért az kiderül, hát azért annak után lehet járni. SMS érkezett, ha oda minden mentünk volna, még mennénk az országban, azt hiszem. Tehát aztán már nyertes tudsz ellenőrizni a jelentkezőket. Küldjétek el. Hát azt mondod, hogy leszűkíted öt potenciális nyertese, mindezet öt leellenőrzöd, és csak az ötöt kell ellenőrizned, és... És akkor utána valamelyik ők, vagy amelyik család megnyeri. Ez nekem nagyon tetszik, ez nagyon hallgató barát. Egyelőre nincs ugye autónk, hát ez egy apró. Van probléma. Egy kis bibi, még nincs autónk, de megoldjuk. De csináljuk meg már most a promót. Küldjék majd el ezt a szót, ha nekünk SMS-ben például, hogy autó, azzal nagyon nem lövünk félre. Meg rakjunk össze egy olyan promószöveget, amiben egy olyan jellegzetességeket domborítunk ki, ami gyakorlatilag bármilyen autóra jellemző lehet. Négy kerekű. Vadi új, és nyert meg a vadi új autót. Egyetlen mozdulattal gyújtás, vagy mit tudom én. Mi az, ami egy mostanában egy modern autóban mindenképpen benne van? Kormány. Igen. Ablakok körbe. Tiszta. Visszapillantó, igen. Ülések. Igen. Nem dohányszagú.
Igen, de hogy az kiderült, hogy baromi sokan akarnak autót nyerni. Ezek közül baromi sokan valójában jó lett volna, ha meg tudják nyerni az autót, mert abszolút persze. Elfért volna egy autót, tehát bárcsak mindenkinek tudnánk adni. De akkor mit tudom én, november közepéig csinálunk még egy játékot, és akkor az azt mondjuk, hogy kifejezetten arról szól, hogy megsegítsünk valakit. Jó. Uh-huh. Jó, hát most még egy előre fikció. De hogy... akkor eldöntjük, hogy melyik jó lemiki nagy család tényleg, tehát ki az, aki megnyerni. Nem? Uh-huh. Én rakok uh-huh. mellé fejben egy 500.000 fontos benzinkártyát is. Hát ha tényleg? Hát hogy az autót oda raktuk, akkor már érted, mert ha hátrányos helyzetű a család, adunk egy autót, ott állsz egy. Uh-huh. Na tessék. Benzinkártya ez mi? Ez egy adott benzinkútra be tudsz menni, és akkor lehúzogatják a tankot, tehát mint egy bankkártya tulajdonképpen. Van egy ilyen föltöltött kártya, én egy 5 kilósat adtam, hát nyilván ha valami van egy benzinkártya, és azzal tankol, és akkor azt húzzák le. Igen. Sosem volt még benzinkártya, nem tudom. Én... cégeknél szokták csinálni, aha. mert akkor ugye az van, hogy nem kell számlát hoznod, meg semmit, hanem van egy föltöltésed rá minden hónapban, és akkor te azt tudod költeni. Ez jó ötlet. Hozzácsapok, kapaszkodjatok meg saját zsebből. Egy 5 literes téli szélvédő mosófüledék. Hogy lehetsz ennyire nagy lelkű? Komolyan zavarba jövök ettől a fajta eleganciától, hogy ezt az ügyet ugye, kezeled, ugye? Ez egyszerűen zavarba ejt, hogy tudok ezzel lépést tartani. Csak most mondjuk a felvetés és az én szélvédő mosófüledékom között az a különbség, hogy ezt tudom is prezentálni, tehát ez meg is van, ennyivel autónk nincsen még. Igen. Te egy Wunderbaumot még rakjál mellé. Egy Klassz FM-est. Hát, de akkor persze karácsony van, és az nem kerül pénzbe, de jó vagy. Na, akkor meg vagyunk, illat van, szélvédő mosó van, a két alap, tehát a benzinkártya és az autó hiányzik. És egyelőre még autó nincs, de majd lesz. Igen, hát itt jó kérdés az, hogy tartod el az autót. Na de azért, nyilván jó, azért van egy csomó olyan család, aki azért valahogy azt el tudná tartani, vagy mondjuk rászorul, vagy tényleg beteg gyereket szállít, és ki tudná termelni. Tehát most tényleg ne arra gondoljunk, hogy olyan családokról van szó, akiknek mondjuk összesen van egy 30.000 forintos bevételük, mert ott valóban nem tudják eltartani az autót. De hát, ha mindennel együtt adnánk az autót, akkor azért igazából nincs olyan nagy fenntartása. Nem? Uh-huh. Így van. Meg mindig az autó a legnagyobb lépés. Hát szervizelni kell, de talán egy új autót nem kell. Meg mindig a legnagyobb lépés maga a kocsi, aztán általában az ember meg kigazdálkodja a hozzávalókat. De ugye az első lépés nem tud megtenni, egy új autót mondjuk megvenni. Igen, diszkrimináljátok a gazdagokat, írja valaki. Jó. Ez azt gondolom, hogy felvállalható. Tíjtsuk le a gazdagok SMS-ét. Jó, én akkor én is felajánlok valamit. Minen? Jó. Csak nem a Facebook oldalat. Tegyük össze, tessék, nem, ezt nem promózzuk, még az megállhat, úgyhogy egyelőre nekem az nagyobb teher, mint amekkora áldás. Úgyhogy azzal nagyon nagy bajba leszek, hogy mit csinálok november után, mert már annyira megbántam. Sorszámozott DJ Oti válogatás. Nem. Az alap. Na jó, tehát úgy veszi át, hogy az benne van. Na akkor ez meglegyen. 0001-es sorszámot. Igen, az első DJ Oti. De mondjuk, ha sikerülne autót találni, és megcsinálnánk ezt, mint egy ilyen kvázi utolsó játék. Ugye? Tulajdonképpen lenne egy ilyen jótékonysági akció. Bár már egy másik folyik éppen most majd ezt is le kell mazárni, vissza kell hívni őket, hogy állunk a vénaszkenerekkel. Akkor megvan autó, meg akkor szerzünk benzinkártyát. Uh-huh. Te belerakod a gyerekek a mosófolyadékot. Így van, prémium lesz. Én azt mondom, hogy egy évig mindenféle autóval járó olyan költséget, ami a kötelező, meg a kaszkó, mi van még az autó segítségével? Téli gumi, nyári gumi, szerelés, kötelező szerviz. Előrefele forgó felnék, a légterelők. Most már én nem az autót akarom magát összetenni, hogy belerakok két spoilert. Igen, tehát nem spoilereket akarok. Jó, veszek egy első lőkhárítót, egy hátsó lőkhárítót, két kardánt engedj, egy kuplungot, és négy fékpofát. Négy garnitúra fékpofát, meg két féktársát. Sportülések, a vajbőr húzat. Nem, tehát ami az autóban jár, azt a költséget egy évig mondjuk állom én. Tehát ebben megmondom, mi van benne. Tehát szerviz, kötelező kackó. Ez az én köröm, ezt bevállalom. Csak a kötelező szervizt vállalt. Hát, most tételezzük fel, lesz egy új autó. Nagyon nagy baj lenne azért, ott más szerviz is lenne, az gariba megcsináltatom. Az, ha kiugrott a szarvas, az puff. Kikaparik a szemüket bárki. Jó, most ha kiugrott a szarvas, hát az kaszkóm van. Tehát én állom a kaszkót. Ja, tényleg. Tehát akkor én azt mondom, hogy beleteszem azt, hogy akkor egy éven keresztül, ha csinálunk egy jótékonysági játékot,
akkor kötelező kaszkó, és a kötelező szervíz, ami mondjuk egy évben belül egy olajcsere, mit tudom én, meg 5000 km-re lehet el kell vinni egy ilyen kis röpke valamire. Tehát ez az én köröm. Ja. Ez nagyon jó. Téli gumi, nyári gumi, én állom. Igen? De eleve akkor... nyári gumival kapja. Ja, hülye vagyok. Na, nagyon jó. Nagyon gálás felállás, általában ne, az autókon van gumi. Várj, akkor váltó gumit. Jó? Tehát, hogy télivel kapja, akkor nyárizom. Ha nyárival kapja, akkor télizem. Most te nem benzint állsz? Ja, hogy a szerze. Azt ja, azt hittem, hogy milyen kemény. Milyen rendes, egy 5 kilós benzinkártya. Milyen nagyon rendes jó gyerek ez a Feri. Ja, hogy a szerez. Jó, a szerzünk valonnan, megoljuk. Kis autó, sebb váltó gombot, én állom. De arany és legyen. És havonta egyszer átmegyek és kiporszívozom. Jó, én akkor intézem a kötelező kaszkó csomagot. Aha. Azt elintézzük. De azt én intézem. Ja. Peti, fölhívjuk Petit majd. Nem, én azt intézem vele úgy, hogy nem úgy, hogy most fölhívjuk a Cielvis Petit és lebarterezzük. Nem, tehát megmondom, hogy mondja, megszámolja ki, és akkor nincs fenntartás az autónak. Jó? Na, egy évig. Összekezdjük ezt össze, ez így elindult. Van egy 5 literes ablakmosónk, van egy gumiszettünk, egy téli nyári gumi, akkor téli gumiszett, és egy évig a fenntartása az autónak, ha szerzünk benzinkártyát, akkor mindenféle kötelező D plusz szerviz az enyém. Így van. Na, de egy jól és ismerve a Petit, biztos, hogy el fog tekinteni a jutalékától is. De most nem, de én nem, akarok barterezni. Nem, ebben folyamán nem barter, csak felhívom majd adás, vagy mondja el, hogy milyen konstrukciók vannak. De van egy kettő csomag, vagy nem tudom, hogy kell ezt kötni. Nagyon régen nem volt már kaszkó. Van. De nem egy nagy összeg. Tessék? Van ilyen csomag. Ami mindkettő. Jó. Megvan. Akkor kezdjük el összerakni. Bontóból várunk. Két első, egy első tenger, hátsó tenger, négy darab lengés csillapító, négy darab féktárcsa. Négy fékbetét, egy jó kaszni. Első, hátsó lökhárító. Gépjárműadi súlyadon? Most mit kötekedsz? Kérdezi egy hallgató már, nem a mitköteket, azt jó. Már én kérdezem. Az, akkor mondtam, az egy komplex csomag, tehát abban minden. Aha. Jó, az minden. Kifizeti a jogsit. Na jó, hagyjatok most már. Na jó, hagyjatok békén. Tehát jogsia legyen azért az illetőnek. Mi? Tehát lehet azért. Oké, súlyadó is megvan. Mi van még? Tessék, mi van még? Súlyadó. A más nincs, hát azért. Autópálya matrica. Jó, zsűl már, persze. Jó. Jó, hát akkor izé. Jó, na legyen egy autópálya matrica, jó. Oké. Okay. Az is? Akkor még egy autópályamatrica. De mi egy éves? Hát azért az... Hát valahogy bennem kell az 5 liter ablakmosó folyadékoddal azért, mint felajánlás. Hát valahogy tartanom kell a lépést. Azért valahogy nekem is be kell ajánlanom még ezt, mert nagyon elhúztál. Ott a szélvédőmosó, ott van a téli gumiszed? Nem, az a Feri. A sebváltóban még a hogy jövő, kis autós sebváltó gomb, és megfelel még egy természetes elhullásból származó rókafarokkal az antennára. Jó, degálás. Jó, degálás. Klasszos illatosítót elfelejtetted, az már négy. Az alap, tehát hogy ez a lehet belőle kettő is. Azt mondja Péter, az éves autópálya matrica az enyém, stipistop. Benne vagyunk, lehet ez egy ilyen egyébként. Peti, ja, tökéletesen. Nem a Péter írja, nem a CLB-s Peti, a Péter írja. Hajdú Peti, de jó fej. Köszönjük szépen. Oké, senki többet. Tök jó lenne egy ilyen, a tulajdonképpen kis túlzással, szerintem csináltunk már ilyet, valami hasonlót. Az ország ad át egy autót valakinek. Nagyon jó. Most nyilván ebben benne van az autószponzor, magával az autóval, de hogy kicsit mindenki beleszáll, ez milyen jó, nem? Akkor valaki ad egy benzinkártyát valamelyik cég, valaki azt mondja, hogy autópályamat. Valaki azt mondja, hogy ő kisavaz a régi alvásszám. Tehát csinálunk egy ilyen nagy happeninget, és mindenki, amit tud, belerakja úgy, hogy tulajdonképpen aki megnyeri, és ha valóban jó helyre megy, és egy olyan család kapna, aki nagyon rászorul, és ezzel nagyot segítünk nekik, csak napi probléma valakinek a szállítása, vagy sok a gyerek, vagy nem engedheti meg maguknak, akkor egy évig kvázi tulajdonképpen zéró költségből úgy autóznak, hogy utána fel tudnak arra készülni, esetleg megoldják, ha véget ér az egy év. Tehát egy ilyen nagyon semmi költséget nem lesz az autóra, mert mindig ott van valaki, aki meg fog megtámogatni, és oda nyúl, amikor kell. Kedves hallgató, kiállja a gyorshajtásokat. Igen. Tételezzük föl, hogy jogkövető magatartást tanúsít az autó tulajdonos, de ha belügyminiszter felajánl kettő darab gyorshajtást. Igen. Két Bianco csekket, akkor azt is az OLF-en felajánlja, hogy éves szinten mondjuk 3 vagy 4 védás felvétel törölne. Igen. Tényleg ez egy ilyen verdapázl. Tehát, hogy rakjuk össze valakinek az egész csomagot egy évre. És mindenki felajánl valamit. Hogy mit mondtál? Hogy? Hát az, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen pázli. Masszírozós fotel, tessék előre.
hogy hívják a fagolyók. Gumiszőnyegek, jön a tél. Na. Igen. Mosás. Mosás. Autómosó. Bizony. Ha? Igen. Remélem 4-2-es V8-as V8-as lesz átírás, ami a helyzet rohadékos. Igen, valahogy tudod, mennyi a mobil garázs, csak nem hagyhatnád szabad ég alatt. Már látom, már látom. Jó, látom. Még mi gyerekek, még mi, hát egy komplet egyéves csomagot ajánlottam fel, most miért engem, érted? Hát akkor menjetek kicsit a Janira, érted? 5 liter mosófolyadéknál tart, hát most egyelőre ne engem. Már látom a Facebook oldalodon a következő videót, amin a kezedbe temeted az arcodba. Igen. Az lesz a következő, második rész, persze. Láttad a kis? Igen, persze, nagyon. Gyerekülés, kérdezi egy hallgató. Gyerekülés? Tényleg, hát nyilván gyermekes családra számítunk, ugye? Jó. Azért jó, két gyerek legalább legyen. Sokkal... Azt állom én. Igen. Ezt most komolyan mondom. A gyerekülés? A gyerekülés. Mi van valami a garázsban? Mit? Találtál valamit? Hát csak kinőtte a virág. Add a gyerekülést, add a gyerekülést, nem van. Tudunk vele mit csinálni. Bringás, nem, hogy levágom a lábtartó részét. Igaz, hogy kicsi szürke és kicsi két ilyen vas cső áll ki belőle, de hát majd valahogy megoldjuk. Van két színes gurt, mi majd abból csinálunk bele biztonságért. Van, aki én beneveznék egy Bajori 8-ra. Az egyébként egy jó megoldás, egy Bajori 8-ra én is szívesen beneveznék. Jó, oké, na ezt nagyon összetettük. Ez megvan. Összeállt, szép. Úgy érzem, még a váz nincs meg, ami nálunk. Igen, még az hát, autó. Hát tulajdonképpen minden megvan. Tehát van egy komplett kész csomagunk, egy üzleti tervünk, egyfajta szép lezárása ennek a hosszú történetnek. Az alap hiányzik. Hát nem, apróságon ne akadjuk. Még az autó nincs meg. Ott fogunk állni az átadáson, Jani a izével, te a papírokkal, én a négy gumi, és sehol egy autó. Jók a kis kötelező kaszkó csekkemmel, érted? Nem van fizetve. Jó, fia, megoldjuk, hát megoldjuk, ezt is megoldjuk. Nagyon szépen köszönjük a Turkevei Aranykalász MGTS-nek ezt az alig használt, megkímélt állapotban lévő multikár járművet, amin nem tudjuk, hogy még milyen autó lesz. Azért, hogy rászorulunk, inkább az árát adjátok oda, sokkal többre megy vele. Ez egyébként nem így van. Tehát ez nem így van, mert nagyon sok helyen egyébként probléma az autó hiánya, és nem feltétlenül ez arról szól, hogy valaki megnyeri ezt az autót, eladja és elkölti ezt a pénzt, mert valójában azért mi is látjuk, mert nagyon sokan közben e-mailekben is jeleztek nekünk, és ez ötlet kicsit talán innen jön, hogy itt nem arról van szó, hogy most 2-3 millió forint készpénz hiányzik valakinek és eladná az autót, arról van szó, hogy az autó hiánya okoz egyfajta nagyon nagy nehézséget. Mert logisztikailag nem tudják megoldani például. Hát hány olyan beteg gyerek van ugye családokban, ahol vinni kell kezelése ide-oda, és vagy nincs autó, vagy régi, vagy állandóan elromlik. Szóval nem feltétlen csak arra kell gondolni, persze mindenféle segítség. Persze. 1 millió forint és 500 000 forint is, igen. Csak tényleg nagyon sokan vannak, ahol az autó is, persze. Tehát szerintem ezt nem is kell. Ezt nem is kell nagyon túl magyarázni. Munkanélkül vagyok, jó pénzért leszek sofőr. Állandó sofőr. Igen. Így valaki sok-sok ponttal. Én csak egy pasztartót szeretnék. Jó. Hát, azért most ennél nagyra törőbb tervünk van. Oké, na jól van. Elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk ki. Itt meg jönnek a teljesen elvetemült ötletek, igen. Akkor már parkolókártyát is adjatok, fiúk. Vagyonszerzési illetéket ne felejtsétek el. Mennyi jó indulatú hallgató van, hogy felhívják mindenre a figyelmet. Nem? Milyen kedvesen. Akkor kétszer lesz, mert összeszámoljuk. Hogy mibe fog ez fájni. Igen. Na drága hallgatók, nem rajtunk tessék ezt számon kérni, hogy mit adjunk bele, hanem ti írjátok meg, hogy mit tudtok még ebbe beletenni. Legyen egy ilyen nagy közös országautó, amit átadunk valakinek. Jó? Tehát ti azt írjátok meg, hogy adjuk össze, amink van, mi is beletettünk néhány dolgot, ti is tegyetek bele. Ne azt írjátok meg, hogy mi még mit tegyünk bele. Igen, engem meg ezt ellenőrezzetek le, mert fél óra előzött még azt sem tudtam, hogy adok bármit is. János, meg egy kicsit előre. János, kinyílt, hát már János, ez nagyon gáláns ajánlat. Szóval, hogy ismerve, én azt gondolom, hogy becsüljük meg, amink van. Hány pontomba fog ez kerülni? De várjál. Még nem mondtad el, hogy fagyáló vagy nyári, mert a fagyáló téli az egy picit drágább. Tehát, hogy fagyáló szélvédőmosó vagy csak sima nyári. Aztán pár száz forint a drágább a fagyálós. Meg hogy mínusz 10 vagy mínusz 30, mert ott is fogsz azért egy 2-300 forintot. Tehát, hogy mennyi? Mínusz 30-ig? Hát kalibrálod? Vállalod? Nem, egy ilyen two-in-one megoldásban gondolkodom, mert hogy otthon van még 2,5 liter téli, és felhigítelem egy picit. Igazi úri ember. Jó, hát figyelj, bele kell, mindenki adja bele, amit van. Oké. Na jól van. Fél 8 pontosan 2 perccel elmondjuk, illetve nem mi, de jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk majd a játékkal a hírek után. A Morning Show. Magas FM-en.
3:48 pontosan, hello mindenkinek. Hegyes Halomnál 45 perc a várakozás, még hogy nem ellenőriznek az osztrákok. Köszi, Évi. De ő írta, hogy köszi, Évi. Nem én mondom, hogy köszi, Évi, ő írta. Ja, nekünk, hogy köszi, Évi. De így írta, hogy 45 köszi. Osztrákok, köszi, Évi. Uh-huh. Nagyon szívesen, Évi. Hát, vagy ők meg is köszönő, hogy bemondod, biztos. Nem? Aha. Igen. Én küldtem a Suzuki Zót, és a zsebem vette fel. Egyre intelligensebbek a zsebek. Figyelj. Esetleg lehetne, hogy mivel, ha nem küldöm el a Suzukit, akkor nincs felajánlás, kapnék egy ajándékcsomagot? Óriási. Jézus, itt már a kitelepülésén is éreztük, hogy valóban tényleg ilyen készletkicsöpés jellege. Háború volt az ajándékcsomagért. De most azt mondja, hogy azért indult el ez az egész felajánlás, mert ő elküldte a Suzuki szócskát, és erről nekünk beugrott, hogy milyen jó lenne még egy autót odaadni valakinek. Figyeljetek, legyen. Tehát, hogy akkor felajánlunk neked egy ajándékcsomagot attól a cégtől, aki még egyelőre nem jelentkezett be hozzánk. Igen, egy BMW ajándékcsomagot, vagy egy Mercedes ajándékcsomagot. Majd neked egy ajándékcsomagot a saját kis promóciós cuccaikból. Én ezt tökre bírom, hát amikor leégett az a ház, és azt megcsináltuk, emlékeztek? Igen. Az is egy ilyen olyan projekt volt, hogy akkor azt így összetette kicsit az ország, és én úgy szerettem, hogy van, aki oda állt festeni, van, aki ott burkolt, laminált parkettát tett le, kertet épített, villanyt vezetett be, mit tudom, mint csinált. Aztán mi elröpültünk egyébként, ugye, mert hogy adásba indultunk el, és gyorsan még helikopterrel oda kellett rohanni, mert felajánlott egy cég, nagyon ilyesek voltak, leszálltunk, és átadtuk a házat. És akkor a boldogság volt, ugye, és oda jött az egész kis falucska, és az is egy ilyen hallgatói ház volt, mert hogy nyilván nagyon sok pénzt szedtünk össze általatok, de igen, hogy nagyon sok mindenki tett még bele egyébként. Szigetelést, jött a cég, nagyon jó volt, szállítását, de igen, jó volt, tényleg. Szóval nagyon jó volt. Na, jól van, egyelőre ez most itt elakadt nyilván, de ha majd ezt szárba szökkentjük, akkor nyugodtan várom ötleteket, hogy ki mit tesz bele. És akkor megnézzük, hogy lehet, hogy még november közepéig tényleg tudunk csinálni egy ilyen nyereményjátékot. És olyan csúnya, aki azt írta, hogy hozzon a nyertes majd egy kannát az ablakmosó folyadéknak, mert Jani nyilván úgy veszi, hogy le kell szívassa a saját autójából az ablakmosó. Ez azért csúnya, mert nem a sajátjából, a Balázséból fogjátok ennyi, közösen leszívni. Ennyi. És gondoltátok valahogy, hogy felajánlok valamit úgy, hogy tudom, hogy nincs otthon üres marmon kanna. Hát kinek néztek ti engem? Én még a kanyonbarnával vagyok, úgyhogy simán. Én még a kis eskrosszal rohangálok. Ma adom vissza, úgyhogy nem mondnám, leszifatott szív le ebből. Szerintem nem fog senkinek feltűnni. Persze. Ablakmosott meg a Benyát is. Benyát, szív le, ablakmosott szív le, mert meg is van a felállása. Én most teletankoltam, ami nálam volt. Talán az is lehet, hogy már leszívtam. Hiszen ez vagy te, hát, ugye? Hallod? Hát, érted? Csak itt hozzomra nem fog, hogy felajánlani ezt, azt. Igen, a Micsubicsi így elküld, hogy Micsubicsi külön nagyon jó. Köszönjük szépen. Csével. Az anyaz el Micsubicsi. Óriási. Micsubicsi, igen. Igen. Remek ötlet, Balázs. Mindenki adja bele, amit van. Nagyon jó. Igen. Na jó van. Oké, visszatérünk erre, jó? Ha tudunk autót szerezni. Most pedig játszunk, mert hogy itt van már is egy játékosunk. A kérdés mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszít. Hozzájállat, élet a szívronom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyelán, mime? Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Hello. Sziasztok! Hello! Ciao, jó reggel! Szia Ricsi, honnan hívtál minket? Győrből hívtál, mi a helyzet? Győr most kihagytuk igazából, de nem lehet okotok paraszt, sokszor voltunk. Többször. Igen, igen. Mi a helyzet Győrben? Minden oké. Ja, jó. Hallatszódik a hangodon. Azt gondolom, hogy nem akarsz velünk nagyon beszélgetni, de ezt is megértem. Mindig van az elején, amikor egy kicsit körbeszimatoljuk egymást a hallgatóval, hogy honnan hív, mit csinál, hát ha elindul valami beszélgetés, de ez lehet, hogy ez most nem fog elindulni. Hogy tett a hétvégén? Nagyon jó. Jó van. Oké, okay, figyelj, válasszál akkor, jó? Mondom neked, azt mondja, hogy van állat, ország, édesem. Tudod, mi van, válasz? Legyen az állat. Pici, leakítod a rádiót? Vagy valaki ott minket csak ismétel? Vagy visszhangosabb? Nincsen benyomva. Oké, okay, mutatjuk, figyelj, óra indul. Igen. Jó, így szól az állat. Figyelj, várj meg te. Udakak, sáti, bób. Na, még egyszer esetleg meghallgat? Udakak, sáti, bób. Udakak. Búbos banka. Mit csinál? Mondom, hogy van ott valaki. Nem vagy egyedül. Mutatjuk még egyszer, kivettük a bögrét. Udakak, sáti, bób. Udakat. Sáti bób.
Lejár az idő. Itt vagy? Igen. A játékban is olyan keveset beszélsz, mint egyébként, igen. Nem igazán értettem jól. Údakak, hát az a kakadu. Kakadu. Bóbítás kakadu. Aha. Bóbítás kakadu. Hát az nem volt egyszerű. Ez nem. Hát nem. Ki van ott? Van ott, valaki. Most valaki tényleg, valaki van mellett. Egy kóborszám. Hát ők se tudták kitalálni. Kik? Munkatársaim. Ja, munkatársaid? Ezek szerint dolgozol valamit. Igen. Aha, és mit csinálsz? Hát egy filmipari cégnél vagyok. CNC gépekre csinálok programot, meg rajzokat. Aha, értem. Jól van, figyelj, hát ez nem volt könnyű. Bóbítás kakadú, igen. De ez most akkor nincs meg. Jó? Oké. Okay. Köszönöm szépen. Jó dumáltunk. Igen, köszi. Ciao. Hello. Hello. Sziasztok. Ivan az olyan hallgatókat, akit felhívsz, hogy játszani, és kicsit a terhére vagy, nem? Nem, most zavarsz, tényleg. Tehát, hogy jó, na, legyünk túl rajta, játszom, mert mondd, Bali, mit akarsz. Igen. Nem, arra is, hogy tényleg olyan volt, mint hogyha pénteken jelentkezett volna be, és azóta tartotta volna a vonalat. És egy kicsit szépen is így elfogyott volna a lelkesedés, így a végigradásban. Igen, egyszer bejött a Balázsóba egy srác, leült, és azt mondta, hogy na, mondjad, Bali, gyorsan, mi a vaker, mert nagyon kell kuláznom. Mondom, nézd. Jó lett a műsor. Köszönöm szépen, hogy ennyire őszinte vagy, a világért se akarlak feltartani. És mondom, integetett, hogy gyorsan, mert már menne. De sorra arra úgy. Néhány kérdésem az lenne, ha már eljöttél. Addig a többieket mutatjuk. Menj csak nyugodt. Óriási, óriási forma volt egyébként, igen. Közben szólnak átérnem, a bocsék, zárjátok ki, Szatyi. Nem, kiderült, hogy a munkatárs. Munkatársak belebeszéltek egy kicsit. Ó, hát nem is tudjuk, hogy pénteken mondták-e adásba, hogy ott járunk előttük. Nem írta a egyik hallgatós. Hát ott a hajóval elmentünk, tudjátok, arra, hogy volt-e valami reakció. Igen. Hogy nem hiszem, nem. Nem. Hát még valami nagyobb durranást csinálunk, mint ők, azt sosem mondják. Ja, az is igaz. Nem, de szóval soha nem beszélnek rólunk, mert általán minden nagyobb durranás. Nem tudom. Hát ott most pénteken a Fridi volt nyilván. Oh. Én nagyon intéltem. Elvakított mindenkit az ő fénye, úgyhogy nem hiszem, hogy... Saját magát is. Nem hiszem, hogy ott most mással tudtak foglalkozni. De Dani ilyenkor van, nem? Tehát úgy vannak hármasban. Hát azért minden nem tudok az ő életükről. Ja. Gondolom én, persze, nyilván. Abszolút. Nem integettem fel, nem integetett vissza senki. Nem, meg kellett volna adom, én kis Dunakavicsa, be kellett volna adom. Na jól van, oké. Nagyon helyes, közben a hallgatók, mindenki elkezdte összedobálni az ország autóját. Itt valaki írt, hogy a visegrádi benzinkutat üzemeltetem, ha lesz autó, akkor egy teletankot állok. Írta nekem egy haverom, hogy havi egy mosást vállalok egy évig. Úgyhogy gyerekek, igazából kezdesz összeállni. Még egy kulcsfontosságú rész hiányzik, de kezdesz nagyon szépen összeállni. Meg vagyunk már. Ha valamiből több van, akkor elkezdünk majd cserebel élni. Akkor menj az adókapok, persze. Csak négy kell. Akkor a kettőt megpróbáljuk elpasszolni valami másikra. Akkor megpróbáljuk bizniszelni, hogy van még két kerekünk, drága hallgató, adod a másiknak, aki viszont ad majd, mit tudom én, egy mobilgarást, vagy nem tudom. Mi van, hogyha a leendő tulajdonosnak nem jön be a bologatos vizsla, és mondjuk kellene egy bologatos puli? Hát én a leendő tulajdonos ismerem, ők olyan helyzetben vannak, hogy bármi bejön nekik. Tehát. De akkor szerzünk azt is, igen. Na, gyorsan egy közlekedés hír, ami friss lehet. Azt mondja, hogy nem lehet kijutni Cseperről, Erzsébetről, mert az összes eddigi ingyenes parkoló metró mentén mind fizetős lett. Így hogy járunk tömegközlekedéssel? Minden átszálló pont fizetős, Ecseri út, Európark, Nagyváratér. Hogy van ez? Nem az a cél, hogy a tömegközlekedés felé terelik az autósokat, de így hogy? Most már nem csak a bérletet meg kell venni 9500-ért, hanem óránkénti parkolót 150 forintért, írja Dani. Hát milyen jó ötlet, igen, ezek a P+R parkolók, ezt a cél kellene, hogy szolgálják. Az nem is fizetős a P+R. Azt mondom, hogy ott leteszed és mész. Hát ide is olyan kell lenne. De hát fizetését tenni ott, ahol te át tudsz állni tömegközlekedésre, nettó rohadékság. Szóval ezt is értem. Mondjuk talán az Európark ebből a szempontból nem a legjobb példa, mert ugye ez egy bevásárlóközpont, és ha a bevásárlóközpontok a parkolójában reggel leállnak az emberek, aztán este elviszik az autót. Annak ők azért, hát, ez ugyanaz, mint kint ugye az Osan parkoló volt, mikor kiderült, hogy odáig kimegy majd a 4-es metró, mondta valaki. Ezt találcsoltam. És mondta, hogy az Osampal meg a Tesco parkolóban maguk megállnak, igen. És akkor aztán felszállnak. Aztán az Osantól csörögtek, hogy miért nem megy ő. Hogy ezt ők nem azért aszfaltozták le. Hát. Ja, ez is ugyanaz nyilván. Mert tudod azért, amikor lent a bevásárlóközpontok a parkolójában keringsz negyed órát, mert egyébként jönnél bevásárolni, és nem tudod hova letenni az autódat. Az nem annyira szerencsés, igen. Köszönjük szépen a hozzászólást, a bóbistás kakadó az nem állat, hanem madár. Így van. 5 perc, pontosan... Aha. Ja, ez tényleg? Én azt hiszem, növény. Köszönjük szépen. Igen. Ahogy a tarhonya is, egy növény, ugye? Így van, és hátosul kopasz. 5 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után. Öveket becsatolni. Folytatódik
Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, 9 perccel. Hálom mindenkinek, jó reggelt. Hát szörnyű időnk van. Igazából múlt héten még egyes volt hozzánk az időjárás, de hát ez már maga az elmúlás. Ez a 10-12 fok szakadó eső, néha esik, néha nem esik, sötét van, és hát itt az ősz. Úgyhogy jó, mégis október van, tehát az ember nagyon nem számíthat másra. De azért mégiscsak hát jobb lenne. Még egy kicsit úgy, nem tudom, kitartanám. Gyönyörű szeptemberünk volt, ne legyél már meg. Jó, igaz, én teltetem vagyok, tényleg igaz. Kicsi eső, és akkor majd még október közepétől jön egy ilyen fölmelegedés. Ezt vizionálták? Ezt a békák ott Velencén? A Velencén, a békák. Fölmentek, vagy lementek, vagy megálltak középen a létrán, és ezt lehetett belőle kiolvasni a régi népi jóslatok alapján. Ezt soha nem értettem egyébként, de hát nem baj. Azt mondja, hogy baleset a 84-esen Kopáz és Nagycenk között. 8-ason Várpalota után Veszprém felé furgon az árokban. A kollégák segítenek neki átpakolni a raktérből. Torlódás meg nincs, de érdemes figyelni. M9-es Pogyiszlói hídnál sűnök fagyoskodnak egy bütykös taxiban. Peter, köszi, hogy elküldted, Peter. M2-es főútó a Rétságnál, a szokásos szemét helyen, trafipax, lassítson mindenki már a domb tetején. Most mi van ezzel a trafival? Nem az van, hogy nem bújhatnak el többet? Olvastam valami ilyesmit, hogy nem bújhatnának el többet. A telepítettet ki kellett írni, erről ugye múlt héten beszéltünk, de egyébként, ha autóban vagy, elméletileg jól láthatók el. Hát most, és ha valaki elétett egy bokrot közbe, tehát ők jó helyen álltak meg, csak aztán... Elénőtt a cserje. Hús! Hát, az állandó helyük volt, érted? Ez sok eső, meg minden rá, még a napfény is, persze. Ha megindult. De mindegy, azt hallottam, mintha, hogy már nem kellene, nem szabadna elbújniuk. Mi a felüljáróról mérő autópálya? Az nem számít bújásnak, igen. Hát a korláttól nem látod őket, azért azt szerintem bújás. Így van. Én az bújásnak veszem. És hogyha közben a feleségedre gondolsz, az sem számít bújásnak. Minek számítugásnak. Kedves Feri, a P plusz R fizetős 350 forint a napi. Hát most megleptetek egyébként, itt ketten is írtátok, mert azt ugye annak idején azt azért találták ki, hogy te ott ingyen leteszed az autót a nagy parkolóban, nincs rá vigyázva, ezzel a szép magyar kifejezéssel, de nem is kell érte fizetni, hiszen pont az a lényege. Hát akkor mi a francnak teszem le, ha még azért is fizetek? Az eredeti elv a P plusz R-nél az ez volt, hogy most valaki ott lehet, hogy kitalálta, hogy gyerekek, ha már ezek itt állnak, nem szedünk be óránként nem tudom mennyit. Ez a magyar változat. Ez a barátibb. Na itt van, tessék, olvasom a cikket. A sebességmérést végző rendőrökkel kapcsolatban rendszeresen visszatérő panasz, hogy elbújnak, ezért a rendőrség úgy döntöztet, változtat intézkedési kultúráján. Ennek pedig része, hogy mostantól nem vadásznak lesből gyorshajtókra. Ja, hogy ez kultúra kérdés. Az intézkedési kultúrájukon vadásznak, igen. Jogszabály vagy közjogi szervezet szabályozó eszköz nem határozza meg, hogy a sebességmérő berendezést a közlekedők számára jól látható helyen kell elhelyezni. Ebből az is következik, hogy akár rejtve is használhatná a rendőr ezeket a berendezéseket. Ugyanakkor az intézkedési kultúraváltás részeként a rendőrség vezetése által támasztott követelmények megfelelően lehetőleg csak jól látható helyeken végzünk tevékenységet. Igen, drónról. Igen. Na jó. Azt mondja, hogy mikor ez a cikk? Ó! 2002. 9.27. Oké. Kéményen kirepültek. Kirajzottak. Igen. Kint vannak az utakon. És ahol látnak, azt küldjék el nekünk, hogy van-e még rejtőzködő trafi. Mindenhol van szemünk. Hát de ha lehet, hogy annyira elrejtőzik, hogy nem veszi észre. Na, mondjuk az is így van. Hát a mi hallgatói mindent észrevesznek. Nézzük meg, hogy a rendőrség tényleg változtatott-e intézkedési kultúráján. Tehát, hogy... És azt igaz-e, hogy mostantól nem vadásznak lesből hajtókra, ez ugye egyébként 9.-27-én jött ki ez a közlemény, tehát azóta már volt egy kis türelmi idő is, hiszen most már október, mint a másodika, vagy harmadika van. Tehát nézzük meg, hogy hogy áll most a lesből vadászás. Nagyon jó. Kíváncsi vagyok. Ez csak egy ígéret volt, vagy valóban betartja a rendőrség? És hogyha valahol bújrasgázó jargokat látnak, akkor menjenek oda, kopogtassanak be a szélvédőn, és olvassák föl nekik ezt a cikket. Igen, kérem szépen, önök azt ígérték, hogy nem bújnak igen lesből. Hát hol van itt a kultúrátság? Igen. Na de most várjál, nem értem a lényeget.
Tehát most a lesből... Várj, most magaddal beszélget? Igen, mindig. Néha ebbe beleszóltok, ez picit zavart, de általában igen. Picit felvetettél valamit, és most mit, hogy egy kicsit elkezdeni vitába szállni saját magaddal az előbbi felvetés kapcsán. Egyébként most akkor miért akarnak látni? Tehát miért zavarja őket, hogy lesből fotóznak? Na most válaszold meg a kérdésedet. Most kérdezz vissza, hogy kit. Miről ezt kit? Hogy ez kit zavar? De nem lenne jobb, ha rejtve maradnának? Hát akkor az a lényege, hogy több gyors hajtó lenne jogosan elkapva, mert ha látom, lelassítok, utána újra elindulok. De nem az elkapás a lényeg, hanem az, hogy akár a jelenlétükkel, azzal, hogy láthatók, lassítják a forgalmat. Tehát akár csak például itt ezek a védák is. Tehát látod, hogy ott van, és akkor lelassítasz. Tehát, hogy ne azt érezze a kedves állampolgár, hogy az egész csak arról szól, hogy milyen zsebébe kell nyúlnia, és ezzel is betámogatni egy kicsit a költségvetést. Látható helyen legyen az a rendőrautó, és akkor innentől kezdve, érted, attól lassul a forgalom, hogy ott van a rendőrautó, és tudom, hogy de ha meg úgy vezetsz, érted, végig az utadon, mondjuk elmész Győrig, úgy vezetsz végig, hogy tudod, hogy valahol lehet trafi, csak elbújtak, akkor végig lassan mész. Uh-huh. Na? De ezt így általában tudod? Tehát valahol van trafi. De akkor végig. Ilyen alapon, akkor mindenki menjen lassan, mert valahol van trafi. Igen. Mert amikor azt mondod, amit te mondasz, hogy látják, akkor csak ott megy lassan, ahol látja. De ott legalább tutira. Na de akkor, hogyha el van bújva, érted, akkor viszont az van, hogy végig lassan megy. Nyilván nem megy lassan, de a felvetés jó lehet. Na, milyen megírek a hallgatóink, hogy van-e még rejtőzködő rendőr, aki a pokorban van. Igen. Igen. 60-nál volt full sötétben. Oké, a full sötét, az most világítsa meg magát egy fejlámpával, tehát az még nem baj. Az még nem baj egyébként. Na, azzal nincs semmi gond. Egykori rejtőzködő rendőr? Vörös csillaggal a tányér sapkáján? Műből kabádba? Jó napot kívánok! Na, nem, tényleg csak kíváncsi vagyok, hogy ez mi a helyzet. Hogy rejtőzködnek még a rendőrök. Ha? Jó, ezt írjátok meg nekünk. A rejtőzködő rendőrök is jelentkezhetnek anonim. De rejtőzködő rendőrök írják meg nekünk, hogy mi vagyunk a rejtőzködő rendőrök. Igen, rejtőzködnek. De annyira el vagyunk rejtve, hogy nem jött el autó még egy se. Túlságosan elbújtunk. Főnök, itt vagyunk. Egy kék túra útvonalon vagyunk valahol a Cserhában. Főnök, nem arra balra buxusban. Nem az, ott a Lajosék vannak. Igen. Na jó, oké, tényleg, drága hallgatók, küldjetek el, jó? Mit csinál a rendőrség ma reggel velünk, a lakossággal? Felvállaltan trafiznak bennünket, vagy még mindig szemétkednek egy picit, és elbújnak? Amivel eddig nem volt baj, de most, hogy lenyilatkozták, hogy nem fognak elbújni, kvázi elismerték, hogy eddig bújtak. Igen. Nem? De ez nem rohadékság. Tehát azt mondják, oké, nem bújunk, vagyis eddig nagyon ravaszul elbújtunk mindig, de most már nem bújunk. Nem. Nézzük meg így. Ez nem rohadékság, vagy mókáznak, én azt gondolom, hogy ez lehet az egyik változat, vagy pedig szégyellik. Egyébként abszolút lehet, igen. Ettől sokkal rafináltabbak errefelé a közlekedés éver őrei, hívjatok, besírtak, írja egy hallgató. Na, mindjárt félvük, megkérdezünk. Jó, hogy mi a helyzet. Aztán pedig gyorsan lezárjuk a gyűjtésünket, illetve pontosabban egy részeredményt kérdezünk, felhívjuk a gyermekhematológiai osztályvezetőt, a debreceni gyermekhematológián, Istvánt, hogy mondja el nekünk, hogy áll az a gyűjtés, amit még Egerben kezdtünk el, egyébként csütörtökön, vénaszkennerre szeretnénk gyűjteni, és nem is egyre többre. Morning show! Úgyhogy rögtön hívjuk. Hello, jó reggel, ciao! Ez még ugyan nem a nap hallgatója, telefon, de jó volt. Honnan írtál nekünk? Kérlek szépen, én minden nap ingázom Vác és Szlovákia között. Én szoktam megkérdezni SMS-be, hogy a Barázson miért volt már megint női ruha. Nem te vagy egyre jobban kedvellek. Na és mit csinálnak a rendőrök? De kérlek szépen, ez egy nagyon mókás történet itt Récsegnál. Ha belegondoltok, az ország összes falujában, vagy városában, tök mindegy, a város elejét és végét jelző tábla az mondjuk egy ilyen 50-100 méterrel a házaknak a vége előtt van. Igaz? Tehát látod a táblát, hogy Budapest, de igazából még kifelé Budapestről van még egy 200 métered, ahol már ott vannak házak, tehát elvileg lakosterület. Na itt megfordították ezt a történetet, és fogták is kijebbíték 100 méterrel a Récsek táblát. És elkezdesz gyorsítani. Lentről a faluból, nem tudom mennyire, Jani biztos ismeri, mert persze, ő bánkon szokott jönni. Tehát ha jössz lefele a dombról, csurogsz lefele, hogy mit csinál az ember, negyedik motorfék, finoman csurog lefele egy ilyen 65-70-nel, igaz? Ezt nem mondhatnánk, hogy veszélyes. Én azt mondom, ez teljesen normális, és beépítettek egy ilyen kis ezt a lassító bigyót, ott az ember visszalassít 60-ra, de ott már ott a Récsek tábla, és lentről a vasúti
átjáróból, ahol a rendőrség is ott van, onnan gyönyörűen föllátnak 500 méterre oda a radarok, és ott mellőnek is le. Tehát így trükközlek, hogy cipelik a táblát? Hát ezt egy időben, nem tudom, hogy mikor rakták oda azt a táblát, de onnan lentről ez egy olyan csapda, amit aki nem tudja, hogy ott van a radar, az 99%-ra bele fog szaladni. És ez egy általános dolog, oda mindig odaállnak, tehát aki erre jár, az már tudja, de még így is, még én is néha beleszaladok, pedig nem tudom hány ezerszer mentem már el itt, de tudod, az ember bebambult, tényleg motorfékkel tudsz jönni, ott 2 kilométert gurulsz lefele a dombon, érted? A meg másik, is a, másik a, még nagyobb a még nagyobb tréfa, ettől teljesen kifekszetek, ahogy átjössz a határon. Hogy tetszik neki a saját történetet. Igen? A gyerekek, ez óriási. Átjössz a határon, és hont után van egy ilyen 2 kilométer hosszú egyenes. Az egyetlen hely az egész környéken, ahol meg tud előzni az előtted szútyogó kamionokat, traktort, bármit. Nem lehet egyszerűen máshol előzni a következő 10 kilométeren belül. Mindenki szépen odafest a verbának, ahogy azt a nagykönyv meg van írva. Mi a lényeg? A lényeg az, hogy beállnak az út végére, olyan messzire, amennyire csak lehet, és ott hagyják a három lábút. És a kocsival pedig elmennek az erdő szélére, amit nem látsz. Úgyhogy a három lábúot békésen méri a népet. És azt meg nem veszed észre. A kocsiba ülnek benne egy 500 méterrel arrébb, és ott röhögnek rajtad. Amíg ezt sokan csinálják, hogy a három lábút fölállítják, de nincs ott a kocsi. Persze. Ezért ez egy ismert trükk igazából. Hogy lerakja és arrébb megy. Csak itt mondjuk azzal a szakaszon, ahol. Igen. Egyedül lehet gyorsítani. Igen, sajnos csak ott lehet, igen. Oké, okay, köszi, hogy elmondtad, ciao. Oké, szevasztok, kitartás, ciao. Szia, köszi. Nem biztos, hogy ilyen fifikások vagy ilyen rossz nevezetek a rétsági rendőrök. Szóval lehet, hogy mit tudom, lerohadt a faxuk, és nem kapták meg még ezt a levelet. Na, írják a hallgatók, igen, írják, hogy hol vannak, mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből, hogy mennyire nem bújnak a rendőrök, majd figyeld. Tehát eddig csak 4 SMS jött bokorban bújó rendőrök. Na jó. Oké, hívjuk gyorsan akkor az alapítványt, jó? Illetve a gyermekhematológiai osztályvezetőjét, dr. Szegedi Istvánt, hogy hogyan állunk jelen pillanatban? Ugye csütörtökön Egerben kezdtünk vénaszkennerekre gyűjteni, nem is egyre többre. Mert hát elmondta nekünk, hogy mire jó ez a vénaszkenner, és felolvastuk a levelet, amit küldtek nekünk, hát elképesztő, hogy ez nincs, és nem alapfelszereltség kórházakban. Ugye többek között leukémiás gyerekek kezelésére is nagyon jó szolgálatot tesz, abból a szempontból, hogy megtalálják a vénát, és ne kelljen 100-szor megszúrni őket. Ami tényleg egyszerűen nem is azt mondom, hogy felháborító, de hogy rettenetesen elszomorító, hogy egy másfél 2 milliós eszközről van szó, és nincs minden kórházban legalább egy ilyen. Nem? Hát, szóval nagyon szomorú. És akkor arra kértük hallgatóinkat, titeket, drága hallgatók, hogy segítsetek nekünk, gyűjtsünk megint újra együtt, és próbáljunk meg vénaszkennereket adni az intézményeknek, mert hogy több intézményről van szó, és szeretnénk mindenhol legalább egyet eljutatni. Mi van a két nagy felajánlásunkkal, azok megvan? Azok abszolút megvannak, így van, nagyon jól állunk, mert hogy van, aki felajánlott ugye konkrétan vénaszkennert, van, aki pénzt ajánlott föl, van, aki műszert ajánlott föl, úgyhogy baromi jól állunk. Ugye pénteken beszéltünk még a hajón a Fradi vénaszkennerét előállító céggel, akik nem orvoseszközöket gyártanak, de annyian bántották őket, hogy ők is felajánlottak egyet. Igen. Ugye nem kifejezetten erre a célra fejlesztették, illetve forgalmazzák ezt a terméket, hanem teljesen más céllal, de erre is alkalmas lehet. És nem őket kell bántani, mert ők csak megcsinálják. Persze. A melót. Tehát, igen, ők nem orvoseszköz gyártanak, de ők is aznak, hogy annyian bántották őket, akkor vesznek egyet, igen. Na, itt van velünk István. Hello István, jó reggelt kívánunk neked, szia! Jó reggelt kívánok mindenkinek, hallgatóknak is, nektek is. Jó reggelt. Te a debreceni gyermekhematológiai osztályvezetője vagy, ugye pontosan? Így igaz, igen. Na, hogy állunk akkor jelen pillanatban? Tudom, hogy sok eszközfelajánlás jött, sokan pénzt küldtek. Hányat tudunk ebből venni, vagy hogy vagyunk most darabszámilag? Hát ugye eredetileg azt terveztük, hogy 8 millió forintot gyűjtünk össze, és ebből minden egyes gyermekhemato-onkológiai központnak, tehát Szegednek, Pécsnek, Budapestnek, Miskolcnak, Szombathelynek is veszünk egy-egy készüléket. Igazából nem csak az a meglepő, hogy mennyi összeg gyűlt össze, és akkor mindjárt mondom, hanem a dinamitája az egésznek. Tehát amikor elkezdtétek a műsorba, a morning show-ba lement ez az egész műsor, 10 perc múlva már 250 000 forint volt a számlánkon, 1 óra múlva 500 000 forint, és délben már 1 millió forint volt a számlán, és aznap este, amikor lement a műsor, már 3 millió forintnál tartottunk.
Tehát magyarul valami hihetetlen tempóban gyűlt a pénz. Péntek este úgy fordultunk, hogy 5,5 millió forint volt a számlánkon. De jó. És hát ugye a hétvégén a bankra nem tudunk ránézni, de most reggel ránéztünk, és jelenleg aktuálisan már a számlánkon van 6,5 millió forint. Csodálatos. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Így van, és emellett ugye jöttek eszközfelajánlások is. Így van, tehát hogyha ehhez a 6,5 millió forinthoz hozzáveszem azt, hogy a Biotech Group Kft., tehát ugye a Fradi Vénaszkenner gyártó cége felajánlott 1-1 millió forintot, amit azt ígérték, hogy a héten, keddi napon talán ez is realizálódik a számlánkon. Illetőleg, hogy egy mosonmagyaróvári cég, a Greiner Biovan Hungary Kft. Is felajánlott egy készüléket. Hát azt gondolom, hogy a kitűzöttél megvan, hiszen hogyha ehhez hozzáadjuk ugye a 4 milliót, akkor kb. 10 millió forint gyűlt össze. Úgyhogy hát nagyon hálás a minden központ. Jelzéseket is kaptam a központoktól, hogy köszönik szépen a felajánlott lehetőséget, és hát nagyon-nagyon boldogok vagyunk mi is, és nagyon köszönöm a Morning Show-nak, Klassz FM-nek, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki a felajánlást megtette a hallgatóknak. Hát aranyosak vagytok, hogy ránk gondoltatok. Igen. Persze nyilván most hatalmas nyilvánossághoz tudunk szólni, és azért mi ezzel így szoktunk élni nyilván. Nem tudjuk, mi sem sokszor próbálra tenni a hallgatók pénztárcáját, de azt hiszem, hogy vannak esetek, amikor azért hát össze kell fogni. Tehát tulajdonképpen ott tartunk jelen pillanatban, hogy akkor 5 eszköz, ugye? 10 millió forint, nagyjából tehát 5 eszközt tudtok akkor ebből vásárolni. Ebből már van, ami eszközformájában meg is van, a készpénzből meg nyilván megveszitek. Így van, igen. Hát eredetileg ugye volt már 1 millió 800 ezer forint gyűjtött pénzünk az alapítványon, ugye a Morning Show nélkül, tehát abból is tudunk egy eszközt venni, hát meglátjuk, hogy hol, melyik osztályon van a legnagyobb haszna. Ahogy beszéltünk róla, nem kizárólag a gyerekhematonkológiai osztályon szeretnénk ezt használni, hiszen egy mobil készülékről van szó. Jelenleg is van olyan készülékünk, mobil ultrahangunk, amit a koraszülött osztálynak oda szoktunk adni, műtőnek oda szoktunk adni, sőt mondok valamit, felnőtt betegeknek, égett betegeknek, vénabiztosításhoz oda szoktunk adni, hogy könnyebb legyen. Tehát lényegében azt gondolom, nem csak gyerekbetegeknek, koraszülötteknek, hanem akár még felnőtteknek is segíthet ez a készülék itt a Debreceni Egyetemen. Amikor egy-egy kórház egyébként ilyet igényel, vagy szeretne, vagy kér, akkor milyen választ kaptok, vagy mit mondanak nektek? Én tudom, hogy mi az egészségügyi jelenlegi helyzete, de hát azért itt nem 50 meg 100 milliós gépekről van szó, hanem másfél 2 millió forintos eszközről. És hát ugye erről beszéltünk a múltkor, hogy itt van, amikor 5-ször, 10-szer, 15-ször kell megszúrni egy kicsi gyereknek a vénáját, úgy, hogy közben sír, le kell fogni, nem találjátok, mert hát egyszerűen nehezen tapintható, észlelhető, látható. Most mi a válasz, hogy mit mondanak nektek ilyenkor? Eszközbeszerzésre azért van lehetőség. Tehát most is van az egyetem keretein belül ugye egy óriási nagy eszközbeszerzés. Ebből a pénzből azonban olyan műszereket, készülékeket vesznek elsősorban, amit tényleg nélkülözhetetlenek, tehát ugye lélegeztetőgépet, akkor infúziós pumpákat, perfúzorokat, de azt kell mondanom, hogy az egészségügyi jelenlegi helyzetben a civil szervezetek, az alapítvány, azok nagyon-nagyon jelentős segítséget nyújtnak minden központban, tehát az osztályos működést segítő, a gyerekek jobb közérzetét segítő eszközök beszerzése, tehát akkor akár a televíziókra gondolok, videólejátszókra gondolok, hát ugye az osztályon lévő majdnem minden pumpán, azt azért alapítványi pénzből civil szervezetek segítségével szerezzük be. Egyébként így van ez külföldön is, tehát ott is nagyon sok segítséget nyújtanak a civil szervezetek, és a fontosabb lényegi beszerzéseket, tehát a lélegeztetőgépeket, egyéb készülékeket, azokat azért központi forrásból be tudjuk szerezni. Igen. Na jó, hát akkor most is ugye erre van példa, igen, hogy az emberek segítségével, különböző felajánlásokkal jött ez a dolog össze. És hát mi nagyon örülünk akkor, és... Mi is, igen. És hát akkor minél előbb nyilván ti is ugye persze azon lesztek, hogy ezeket az eszközöket megvegyétek, és akkor minden intézménynek, ahol szükség van, legalább legyen egy. Ha közben még érkezik felajánlás, akkor pedig hát azt is költsétek el nyilván, persze.
Igen, megfelelő helyre fog menni az adott összeg, és hát szeretnénk is a Morning Show-t meghívni majd ezekre az átadásokra, illetőleg hát mindenképpen a Facebook oldalunkon tájékoztatjuk a adományozókat az átadásnak a megtörténtéről. Van az egy jó, tök nagy Facebookja most a Balázsnak, majd ő átveszi. Persze, a híreket. Jó. Igen. És ha már ott vagy, hogy nyugodtan lájkoljátok. Nem, Isten, ezt felejtsd el, ezt csak egy nincs ezzel dolgot. És hát örülünk tényleg, és köszönjük szépen mindenkinek. Hál' Isten, ez összejött, és akkor nem. Egy picit talán a kicsi, apró kicsi hősöknek, akik azért nap mint nap megküzdenek, és küzdöttek ezzel, talán egy kicsit könnyebb lesz neki. Jó, jó munkát nektek, köszönjük szépen. Köszönjük, doktor. Szeged Istvánnak, köszönjük szépen. Hát, srácok, akkor ez túl is ment, mert ugye 8 millióról beszéltünk, a számlán most van 6,5, és még van 4 felajánlásunk, az 10,5 millió forint. Így van, hát mindenkinek köszönjük szépen nagyon. Nagyon aranyosak vagytok, köszönjük szépen. Igen, mert ugye hát ez még az eszköz felajánlások hozzájönnek. 8:09 pontosan, jönnek újra a hírek, aztán jövünk vissza már is. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 3:09 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt! Azt hiszem, hogy ma van ennyire rossz idő, és holnap lesz a hét csúcsa. És aztán újra jön vissza egy picit a meleg. Vagyis lesz hát olyan meleg nem már, mint a múlt héten, de szerdától azért egy ilyen 12-13 fok. Mi van? 12-13 fok, de legalább a szakadó eső az véget ér holnap. Péntekre legyen jó idő, mert akkor lesz megint egy kitelepülésünk. Mi van itt, gyerekek? Jövünk, megyünk. Hát én nem bírom követni, komolyan mondom. Hát? Alig vagyunk az üveg stúdióban. Most pénteken van ez a igen, most lesz egy műszaki áruházas kitelepülés. Ajándékos, színes tévés, reméljük. És nem csak nagy, hanem rengeteg. Tehát, hogy mennyiségben, minőségben, értékben. És hatalmas, hatalmas kasza lesz. Lehet zsákolni rendesen, gyertek tényleg. Hatalmas kasza. Kaszát nem mondom, még szorongok, ha meghalom ezt. Megint eljön. Kitelepülés van, fiúk, jövök. Ja, nem, jó volt, te aranyos volt, hogy ott volt, nem csak. Jó arc volt. Igen, jó arc volt, igen. Jó, a pénteki kitelepülés részleteit mondjuk majd. Jó? Mondjuk majd természetesen. Hogy hol lesz. Hol lesz, mint lesz. Pont egy hete voltatok Sopronban, nagyon jó volt. Tényleg. Jó idő volt még. Mi annyira jól éreztük magunkat, hogy hát, ha mondjuk jó idő lesz a hétvégén, ez a feltételes módba kell tenni sajnos, akkor megint megyünk Sopronba. De most komolyan tervezünk, annyira jól, mert mi ugye szombaton már lementünk a családdal, és akkor vasárnap elbúcsúztunk egy nagyon kellemes ebéd után egymástól, és akkor én már ott maradtam. De annyira jól érezték magukat, hogy mondták, hogy menjünk vissza. De jó, kicsi Soproni. Soproni lesz a család. Figyelj, jó, annyira jó város. Soprom? Nagyon, nagyon. Nekem ezek most villámlátogatások voltak. Igen, hát te reggel jöttél, reggel mentél. De ugyanaznap. Hatra ott, 10:30-kor. Nem, 4500 kilométerrel én ezt behúztam. Ezt a túlét egyébként megúztam. De minden helyszín oda-vissza. De a Suzuki nagyon szépen köszönöm az új tesztadatokat. A Suzuki nem köszön. Így amit visszakap, az már csak nyomok balsóit egy Suzuki-ra. Az valamikor Suzuki volt. Ma szerintem hárman tolják végig. Körülbelül így megy. Az autó teljesítőképessége határ. Figyelj, csodát tettem a kis S-Cross-szal, csodát tettem. Belet járatva. Na, ez most belet járatva. Bebizonyítottad, hogy üveghangon kettesbe. A lehetetlen csak egy szó. Igen. Lehetetlen mindenki másnak, de nem neked. Konkrétan a kocsi felsíra, hogy meglát, hallottam a garázsból. Mi ez a hang? Macska nyávak? De rájöttem, hogy a kocsi sír, mert tudja, hogy megkapja. Hajts még. Na, megmutatjuk a hármasugrás beugrót? Mindenképpen mutassuk meg, mert nem szeretnék feleslegesen dolgozni hétről hétre ezekkel a kérdésekkel. De nem dolgozol feleslegesen, eddig is lement az összes. Persze. Mindig lemennek a kis kérdések. Mutatjuk mi a beugró, figyeljetek, ha játszanátok velünk, akkor ezt kell kitalálni. Atya Isten, hát ez külön-külön is nagyon könnyű. Ez ne csináljátok, ismerős. Óriási cserek. De miért volt ez most ilyen hosszú, vagy ilyen könnyű? Van, amikor még megfejtetettem. Hétfő van, eső van, hideg van, október van, ezért. Ja, hogy ez egy ilyen igen, ez kis, kegyelem, föl. Kegyelem minél, játék? Így van, minél többen el tudják küldeni a helyes megfejtést, és akkor kész. Ezért. De ez, én ránéztem az időjárás jelentés, amit mondtál, a szerdánál egy értelmezhetetlen piktogramban. Az micsoda? Az mi? Szerda, az mi?
Hogy... Az egy érdekes dolog, ilyen ugye, mert ugye olyanokat szoktál látni, köd, hogy... Az a köd? Ez a köd, jel. De azt akartam mondani, hogy egy komoly part lehet, mert három nyelvet látok. Szerdán tök jó. Mert ugye ismered a felhőt esőcskével, felhőt esőcske nélkül, napsütést napfelhővel, de hogy ez micsoda, de akkor Zsűl tudja, jó, ez a köd. Ilyen, mintha megcsúszott volna valakinek a keze a vonalzás közben. Igen. Három nyalókkal jobbra fordítva. Megvan az új édességem, olvastátok? Piacra ne, dobták a rozé ízű gumicukrot. Oh, én azt hittem, te állsz mögötte. Két óra alatt elfogytak a rozéből töltött gumimacik. Ez egy kaliforniai édességbolt dobtak ki egyébként, és kitalálták, hogy provanszi rozéval töltött gumicukrot dobnak piacra. Kettő órát fogyott el az üdlet teljes készlete. 3400-an voltak a várólistán. 8,5 dollárba kerül egy doboz, ami nem olcsó. Ez nem olcsó, 8,5 óra. Ez 2500 forint fölötti összeg, igen. És van már nekik Dom Perignonnal töltött gumicukor, és arra is elképesztő kereslet van, de a rozéval töltött gumicukor is nagyon nagy sláger. De az nem lehet finom, hát belül. Tehát, hogy így szétolvad a gumicukor, olyan, mint a dianás cukor? Gondolom, igen, belül bor van. Igen. Belül bor van benne. De megvan az, megvan az édességem egyébként. És örülsz? Ennek. Én ezt most már nem mosom magamról egyébként, szóval rájöttem, hogy ez... Most már olyan leszek, mint te. Tehát bővült a szerepköröm, amit te évekig hallgattál, igen. Vigyed! Jó, ez a desszert felnőtteknek kategória egy kicsit. Jó, mondjuk vannak ilyenek, tehát például a dianás cukor is ilyen volt, hogy gyerekkorunkban mi imádtuk, de hát attól függetlenül az ugye alkoholos volt, hogy ott van a konyakos megy. Érted? Tehát, hogyha ebből fél kilót betolsz, lehet, hogy ez meglátszik a gyereken, hogy picit vidámabb, nem? Most már tudom, hogy hova tűntek a rozék a kitelepülésre, kivitte haza a bizniszbe, mi? Nagy tételbe pakoltam be a kocsimba egyébként a bort. Soha nem kaptam ennyi bort, mint ezen a kitelepülésen. Tehát azért azt el kell, hogy mondjam, hogy azért ez annyira átment ez az információ, hogy időt alkoholista vagyok, hogy soha ennyi bor nem jött. Tehát, úgy hozogattak mindig aranyosan, mindig jött nekem műanyag palackba, pálinka, ilyenek jöttek, de ami most... Nekem is, hogy ne sértődjek meg, általában elajándékoztam, de tényleg nem jött. Az, jó, hozták a bort, Feri, ja nem, Balázs! Tényleg így volt. Baján még... Feri, add már oda Balázsnak, légy szíves. Hosszú percekig hallgattam valakitől, hogy ez honnan származik, és milyen bor, és a szegfűszeg, és írjak, és adjak visszajelzést, hogy milyen, és mondom, hidd el, hogy ez csak része a műsornak azért, tehát, hogy én azért nem vagyok ennyire, mentegetőzzél. Nem mondom, mi gondolja arra, nem, hát azért nem minden úgy lenne. Aztán mondom, hogy akkor tedd be a kocsiba. Jó, akkor tedd be a kocsiba. Lemoshatatlan bélyeg magadról, csak mondom. Ennyi, ez így van. Most is pénteken dolgoztam egy rendezvényen, és akkor jött oda a srác, hogy lapos üveg, és mondom, hát figyelj, dolgozom, műsort vezetek, én ilyenkor nem, meg autóval vagyok. Visszakérdés, hülye vagy, ez barack. Ja, hát mondom, értelek, de akkor se. Tehát, hogy nem lehet. Ja, ez barack. Hülye vagy. Biztos úr, hát ez barack. Ja, akkor jó, további jogtat kívánok. Akartam is kérdezni, hogy itt a nagy alkoholizmusoddal kapcsolatosan offenzívát indítottál le, hogy a színházi világ verkeit járod, mert mit kell halljak hétvégén, hogy ő már az Eszenyi Enikővel fog majd együtt, érted, előadást tartani. Ja, előadást, azt hiszem, hogy színpadra. Hát figyelj, mit hallod, Vános, erről én leestem erről a lóról. Mit hallottál, hogy mit csinálod? Rizsó Szilvi meghívott téged egy showba, ahol Eszenyi Enikővel majd ők, érted, a színházi világról. Várj, itt valami tévedés van. Nem kell ez a duma, tudok mindent, látom, hogy jövünk ki ebből az alkohollal átitatott mocsokból, ebből a posványból, ebből a fertőből. Na várj, de akkor én valamit nem tudok. Miért nem tudtam az Eszenyiről? Állítólag ő nagyon szívesen ment veled. Igen. Erre be a műsorba. Ott ült mellette, csak nem is nem voltam az Eszenyivel semmilyen műsorban. De majd leszel. Ja, leszek? Igen. Nem voltál, leszel. Ja, hogy leszek? Én már azt tudom, mert a múltról minek beszéljük, azt elmondtad te számtalan szóval már, hogy színházba jár. Ezt nem tudom. Na, a Krizsónak van egy ilyen színpadi, színpadra hív meg vendégeket, és akkor ott történik egy ilyen színházi est. De hogy én erre igen mondtam, annyiban. Jó, úgyhogy nem is tudtad, hogy ki a másik ember. De egyébként jó, ha Eszenyi Enikő, jó, ha leszel együtt. Hogy itt két vendég van? Igen.
Nekem ezt mondta a hétvégén. Nem, van egy tartalék, és az a te vagy. Ha ja, hogy itt az Eszenyi a fő vendég, és akkor én még úgy megyek? Az Enikő nem biztos, hogy ráér, vagy valami történik. Akkor nem fejlődött a Krizsó, hogy van-e kedvem. Nyilván, figyelj, egyébként van, tehát ugye nem kell nagyon, nem tudom, szerepelni, meg jeleneteket eljátszani. Akkor, de ha ez egy beszélgetés, egy talk show a színpadon, akkor nagyon szívesen, aki jön egy meglepetés vendég, és akkor ott úgy el vagyunk. Ja, nem értem, hogy te mit mondasz. Most esetleg. Igen, meg csak 10 perc. Nem, én azt gondolom, nem. Nem, én most már tudom, miről van szó. Arról van szó, hogy ez a színházi este, ez két részből áll. És szerintem itt két komplett egyórás műsor van. Aha. És a műsor egyik része az Eszenyi és a hozzátartozó vendégek, és a másik része vagyok én, meg a velem készült beszélgetés a színpadon, de nem az Eszenyivel leszek együtt. Aha. Szerintem ezt én így tudom dekódolni. Igen. Tehát ott volt egy Krizsó Szilvi, Eszenyivel, Enikő Sebestyén Balázs, erre gondolsz? Nekem a Szilvi mondta, én találkoztam vele, és akkor beszélgettünk ott, hogy mi a helyzet, mit csinál, hogy van, kérdeztem, hogy megy-e az a Krizsó, azt hiszem ez a neve. Krizsó? Nem, majd beszélek a kreatívokkal. Krizsó. Jó, ott lesz egy-két szavam a kreatívokat. Igen, ugye ez a mosógép dobjára is jó, nem ez a Trishó. Ez a Trishó. Ja? Trishó. Most akkor, mert ezt tudtam, hogy van, és mondta, hogy milyen jó, mert hogy te is jössz hozzá, vagy mész megyek hozzá. Így van, megyek, amikor novemberben van. És azt mondta, hogy ez Eszenyivel vagytok, de akkor lehet, hogy ez ilyen két ugrás. Hát ez az új életem, érted? A színház, vége a rádiónak, megyek színházba. Addig aztán betárazni színházi élményekből. Óza csodák csodája, Made in Hungary. Óza csodák csodája, vicces, azt már láttam. Kevés olyan darabot tudsz nekem mondani, amit nem láttam. Egyébként a Vígben az Óza csodák csodája kiváló darab, csak mondom. De jó lesz, ezért már lehet, hogy én leszek az Eszenyi meglepetés vendége, nem lehet? Hogy fogod ülni? Te tudod, Balázs, mi leszel? A Jászai Maridi tiszteletbeli civil tagozatának a legújabb nyertes. Most miért bántotok ezzel, hogy szeretek színházba nem járni? Bántó. Hát most mit tegyek érte? Hát pont én vasárnap is megyek színházba. Nem, annál színpadiasabb egy picit. Most miért bántotok azért engem? Most miért bántotok azért, mert szeretem a színház világát. De éppen most október 9-én megyek az Átriumba. Hát most mit csináljak? Szeretek kulturálódni. A zsőjék, a takarások, a súgójuk. Az Átrium helyett. Igen, van egy Almodóvár darab, egy ilyen Almodóvár adaptáció, Nők az ideg összeomlás szélén. Ez egy Almodóvár adaptáció. Igen, és azt nézem meg. Jó. Azt tekintem meg október 9-én. Én vagyok a ti szemetek a színházi világban. De megyek és ontom rátok a kultúrát. Hogy mit kell? Tudod, hogy figyelünk, mikor darabokról beszélsz? Hát, mit kell megnéznetek? Hogy hova menjetek? Hogy öntsek egy kis kultúrát is belétek? Mert mindig csak a mit tudom én mi, meg a mit tudom én mi. Aha. Hát ahhoz képest csak az üzekedés és a zabálás. Csak az üzekedés, a zabálás, a csöcsök, várak és a kolbászok. Viszek egy kis kultúrát az életetekbe, hogy mit nézzetek meg, kivel melyik darabot érdemes megnézni. Mert ez azért van, mert egy retteklen nézés. Én nem szeretek csapongani, szeretek a témákból elmélyülni, és én azt gondolom, hogy a csöcsök terén még azért vannak táblák. A várakat már tudod, de azért. Érted, az már egy síróban. Hát öregszem, nekem ez az új trippem a színház. Én nem tudom, mit találtam most meg ennyire ebben. Komolyan mondom, hogy nem tudom, magam sem értem. De hogy az nekem most akkora kikapcsolódás, nagyobb, mint a sorozatok. Ez az, hogy két órát békén hagynak üzben, és nem szól hozzá senki, mert a többiek úrogják le. Igen, ki kell kapcsolni a telefont is. Nem, rájöttem már, hogy annyira el vagyok a saját valóságomban, hogy kevés dolog tud ebből kirántani. De most a saját valóságomat nem úgy értem, hogy egy hajvasalóval a tükörre nézem magam egész nap, hanem van egy valóság, amiben élsz, és már olyan az inger küszöböm, hogy sem mozi, se film, se nagyon nem tud ebből kirántani. És most a színház az a fajta szórakozás, amikor úgy beülök, és úgy két órán keresztül rájövök, hogy nem gondolkodtam, csak néztem az adott darabot. És az úgy jó, egy kicsit nem gondolkodik. Ez a veszély nem fenyeget titeket, nyilván tudom, de hogy nekem ez egy bántó dolog, hogy állandó jár az agyam, és állandóan gondolkodom, és itt két órán keresztül pihenek a színházban. Én a balett irányába megyek el most, de tényleg csak az angol spárgát miatt. Megnézem, hogy ki szoknyában tugrabugrász. Majd igen, jó is. Tényleg kell valami. Na, fölhívjuk 9 óra után Kassza Tibit. Ezt így van. Följük Kassza Tibit, mert pénteken volt egy fogadásunk. Hát, pénteken volt egy fogadásunk, és akkor ezt most le kell zárni. Úgyhogy felhívjuk Kassza Tibit, és lezárjuk a fogadást. De ez nekem most óriás csalódás, hogy elkezdesz itt, mert reggel már jelezted, hogy elkezdesz most itt alkudozni vele, hogy nem lesz csücsörítősképp, meg nem lesz, hogy ilyen mesztelen. Nem tudjuk meghallgatni a megszállást, de a mesztelenül a Andrási az már csak egy ilyen felvett egy poén volt. Tehát itt két dolog volt. Két dolog volt, a csücsörítés, amit egyébként megkapott, mert kifotózták, mert csináltam egy olyan selfit, azt megkaptam, meg a borotvalbos leborotválás a mellben. Tehát a mesztelenül Andrási úton pókerásban azért senki nem vette komolyan. Nem, mert dílelni próbálok vele. Alkudozni próbálok. 154.298, nem fog ez már
nagyon emelkedni, srácok. Megáll ez 80 ezernél, tudjátok? Lassú, lassú. Ó, hát itt most már ennek vége van. 30 ezer után lassul, annyira lassul, hogy 150. Jó, de arról nem volt szó, hogy a Kazatibi eljön egy kitelepülésre, és a komplet 700 ezeres like számát a nyakamba varja. Tehát én ezért nem számoltam. Hát tehát ez erről nem volt szó. Korrekt eszközöket használunk. Kazatibi fizetett hirdetés. Busztoltál? Jó, még mindig mondom, hogy kutyák vagytok, mert hogy azért a 250-nál még mindig kutyák vagytok. Húzogatod a bajszukat. Csak mondom, hogy azért még mindig lesz, csúnya vége lesz ennek novemberben. Ugye figyelsz, Tibi? Te fogsz szűkölni, nem a kutyát. Az a baj, hogy egyébként ötletem sincs, hogy mit csináljam. Hogy szúr a szőr, ha nő. Nekem mondod, a herém olyan, mint egy vasvilla. Három ágú. Vicceszem. Na, szóval, hogy felhívjuk Tibit, aztán megpróbáljuk ezt a fogadást lezárni. 2 perc, 9 óra, jövünk a hírek után. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 4:10. Hát igen, még egyszer. Nem tudom, ezt most miért mondtam. 4:10. Elgondolkoztam megint. Állandóan elgondolkozom, igen. Na nézd meg most, mit ír Kriszti, azt mondja, végre valaki elmondja, mit érdemes megnézni a színházban, és adok is a véleményére. Tessék. Látod? Ezt írta? Kriszti. 8:57-kor jött az SMS-e. Ja. A mama száma. Na mi? Nem tudtak mindig emögé bújni, hogy rokon ír. Mi a szerepálmod? Ilyen nem akarok. Szerintem de benne van az. Igen, az őrült őket recében szeretnék lenni valami. Nem, nincsen szerepálma. Bármit eljátszom szívesen, ha rám adják. Vagy nekem adják. Annyira látom magam előtt, hogy bejössz. Ilyen kicsit ilyen pánpéteresen felöltöd, és hallgat csak! Mi leszel? Mi motozom ottan? Nem mondta, hogy nem lenne jó. Csak nem egy tündelény. Álmaim le továbbja, tart felém. Nem? Tehát, hogy én annyi... Szerintem még jól hoznám. Az a dolog, hogy jól hoznám. Én ott lennék. Jól hoznám. Ez van! Ez van! Én... Miért gondolom azt, hogy ez is van érzékem? Nem tudom. Csak érzem. Magamban. Ez már egy monológ volt. Ez látod, már hangosan gondolkodtam. Basszos. Ez egy monológ volt. Ez nem az ember tragédia elbomlott. De, így. Istenem, gyerekek, elvettek, nevettek, aztán majd meglátjátok, hogy ez az új irány. A színészkedés. Igen, a színészkedés. Majd mikor nem mutatják a darabot. Baleset az M0-ásnál, a 45-ös kilométernél az M1 felé. Söndör, köszönjük, hogy elküldted. Egy órát áll a forgalom útjavítás miatt a 4-es számú főúton Fegyverneknél. Ancsi küldte nekünk. Trafihoz készülnek az Üli úton, a Ferélyre vezető felüljáró lábánál Népliget felüljövőket mérik. Ezt is SMS-ben kaptuk. Valamint áll a Hungária az Zuglói vasútállomástól az Árpádhíd felé. Pisti voltam, és kevés munkát kívánok kollégáimnak. A csutiknak. Szép napot nektek. Egyébként nem írnak annyian a hallgatók, mint amire én számítottam, hogy hányan fotóznak lesből. Tehát valóban lehet, hogy változtattak a mérési szokásokon. Hát, hogy az álcázás nagymesterei lettek. Ez alatt a pár év alatt. Vagy pedig álcáznak, így van. Álcázzák saját magukat. Na, felhívjuk Tibit? Csak hogy zárjuk lesz a dolgot. Hívjuk fel, ami drága Tibinket megígértük neki. Annyira örült, hogy ott lehetett pénteken, nem? Aranyos volt. Jól esett neki szerintem, hogy elhívtuk. De jó is volt. Jó volt, hogy ott volt. Egyébként. Polgár Peti is sokat hozzá. Peti is aranyos volt, ő mondta, hogy amikor megy a dal élőben a Hunadal, akkor ő szélsen rájönnek el ott a hajón, de aztán eltereltem a figyelmét. Aztán talán sokkal szerűcsel, és ez annyira... Mi van ott pedig? Hol? Nézd meg, jaj, vigyázz a hajadban, mint lenne valami, jaj, vigyázz, Tarás, meg ne csipjen. És ezzel úgy elment az idő, hogy már csak a felénél jött rá, hogy az ő száma szól a rádióban. Nem akarta ezzel elnyomni ott élőadásban a hajón, de valóban jó volt, azért, hogy mindenki ott volt, hát ez egyfajta ilyen. Lezárása volt a kitelepüléseknek tulajdonképpen. Igen, nem függetlenül attól, hogy mi lesz november után, hát azért most egy ideig ilyen turnéra valószínűleg nem megyünk. Úgyhogy méltóképpen zártuk. Anna cseveg a Tibivel, mi? Hogy innen hívjuk? Ja, értem, mit mond a Tibi, hogy hívjuk így. Jó, nem, mi sima vonalason hívjuk. Ja, igen, vonalason. Hívhatod vonalason, persze. Abszolút. Már nehogy az is Facebook legyen. Jó van. Mifatod? Azt hiszem, hogy csak megfésülködik is.
Bali, kezdje a barátkozni a Bereckivel, nem árt a jó beajánló. De egyébként, igen, a Bereckétől is láttam darabot, ezt el is meséltem nektek. Na, itt van Tibi, minden igaz. Itt van. Tibi, jó reggelt! Hello! Tibi. Jó reggelt, Tamaszó! Szia! Tibi! Tibi! Hello, 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 hello! Várjátok egy kicsit, várjátok, kikapcsolom a zsakuzit, várjál! Jó, nem, semmi nem változott tétek óta. Hello, Tibi, jó reggelt, ciao. Szevasztok, mi újság a Facebookon? Semmi, azóta nem voltam. A srácok által napi kötelező egy posztom van, tehát igyekszem azt nem meghaladni. Úgyhogy... A forgalmas mindenedet. Akkor elmondom neked, hogy lassan 155 ezer. De most már megmondhatod nekik, hogy leszállhatnak rólam. Tehát én látom, hogy nagyon hűtömeg követ téged, de most már kiadhatsz egy ilyen utasítást, hogy oké, gyerekek, megtettük a mérlet, hagyjuk a Balit. Tehát most már le lehet állni. Jó, akkor figyelj, kiadom a gyerekek a kilövési parancsot, megszüntetem ezen. De ne szüntes meg, hát 250 ezerig föl kell menjünk november 19-ig. Még mindig messze. Jó, figyelj, de utána szívassatok ezzel mást. Én csináltam most 50-valahány ezeret, most hívjátok fel a Zsuzsákot, vagy nem tudom. Tehát most ne végigén vigyem. A Zsuzsi Facebookozik egyébként tényleg? Szerintem lehet, hogy nem is. Nem, tényleg nem is Facebookozik. Na, ő a következő. Álljunk rá, igen. Na, ugye mondjuk el, hogy mi beszéltünk hétvégén, és egy élő bejelentkezésed volt a te oldaladon, és én elmondtam neked, hogy díleljünk valamit, nem? De megpróbáltam, én tudom, általában egy nyomorúságosnak vélt könyörgéssel. Hát én a mesztelen pókjárás helyett valamit felajánlani, mégse kell mesztelen az Andrási végmenem. Én úgy fogalmaztam a Facebook oldalon, hogy ott fut, ott menekül a gyáva. Igen. De nem volt ez igazából könyörgés, tehát azért nem rimánkodtam, csak mondtam, hogy a csücsörítést megkaptad egyébként, mert hogy kifotózták a hallgatók az élő bejelentkezésből. A mesztelen pókjárás próbáltam kiváltani, azért az nagyon nyomorúságos lenne. Az valahol a Louis Vuitton volt előtt, ott mesztelen ülött, nagyon igyekeznék a Hősök tere felé pókjárásban. De ugye volt egy ilyen a Melka szörnyetbe beleborotvált szív, ugye a közepén egy tejszínhabbal belenyomott kaszatibi monogrammal. Érdekes, azért ezekre én nem teljesen emlékszem, már bővül azért ez péntek óta. Erre sok minden rakódott péntek óta azért az a helyzetem lett. Ez volt 140 ezernél, 150 ezernél pedig én nem pókjárásra emlékszem, én széthúzott farpofákkal kellett végigmenetelni az András úton. Tehát, hogy én... tényleg ez is volt, igen. Igen. Úgyhogy, de én ugye megkérdeztem a követőket, hogy minek örülnének, mert gondoltam, hogy azért alapvetően ez egy dicső karrier csúnya vége lenne, hogyha ezeket a fogadásokat teljesítenéd. Ettől független a csücsörítőképet, ezért kitenném, ha nem baj. Mert azt megcsináltad élőadásban, és nagyon nyomorúságos a sikeret, egy ilyen Robinson Crusoe szakállal csücsörítve, azt szerintem az elég kemény. Rohadta, és meg kifotozták a hallgatók egyébként, igen. Tehát kifotozták a videóból, láttam, igen, kifotozták a videóból, igen. Úgyhogy te kiengedlek téged, mert látom, hogy nagyon menekülsz, nagyon szűkölsz, nagyon kislányosan sikítozva menekülsz, hogy legyen akkor az, hogy 140 ezernél, vagy a 140 ezerért eljössz hozzám, és forgatunk egy ilyen kaszataxit, ami ezért nem rossz, és 150 ezernél meg főzöl egyet élőben a konyhámban. De ebből élsz utána egy hónapig, naponta háromszor fogod kirakni. Én láttam a sarkás kaszataxit is, érted? Napi hatszor volt kirakva fél év után a felvétel után. De megcsinálom az oldaladat a következő négy hónapra, naponta négyszer fogod kitenni ugyanazt a videót, érted? Hát azért szerződésbe kell foglalni a felhasználási mennyiséget mindenképpen. Ilyen az, amikor elereszted, akkor milyen az, amikor tartott szorosan a markaid között? Ha ez az elevesztés. Menjek el két dílbe hozzád. Jó, figyelj, nem tudok főzni. Tehát ez onnan indul, hogy nem tudok főzni nagyon. Dehogy Balázs. Nem. Hazudik. Hát most jó, mondta. Egy-két dolgot meg tudok csinálni. Marhapörkölt, tojás rántotta, mi volt még? Azt marhapörkölt, hogy szívesen megcsem a nappaliban. Balázs, lefordítom egyszerűbb le ezt a csomagot, mert most lehet, hogy soknak hangzik. Tehát az ennek, hogy kimenekültél a fogadásból, de ülsz mellettem a kocsiban, szerepelsz. Az jó, beszélgetés, az volt, ezt szívesen megcsem. Plusz főzöl nekem, tehát egyszerűen lefordítom a csomagot, te leszel a csajod. Gyújj, de jó csomagban, nyúltam bele. Akkor ezek szerint le kell mondani a régi álmomról, hogy együtt láthassalak benneteket színpadon, ahogy éneklitek együtt az Ezer Hold és Némi Csillagot. És ez lett volna a következő, hogy Balázs, feltámasztjuk a Krisztált, te leszel a kat. És ott fogok ilyen hullámmozgással, a karos hullámmozgással táncolni. Táncolj meg, vagy én leszek az énekesnő. Jó, díleljünk még, ezt komoly szerződésbe kell foglalnunk, jó? A megjelenés számod és a posztmennyiséget, amit aztán te erről lehúzol. Tehát... Erről lemondtál, Balázs, korlátlan. Tehát ez egy teljes jogú felhatalmazás, egy teljes körű felhatalmazás?
ahogy átléptél a Facebook oldalam küszöbén, ott egy a szürke gazdaságba találod magad. Ott minden jogod megszűnik abban a pillanatban. Igen. Ott készen beszipantasz, és onnan kezdve te uralkodsz. Te uralkodsz felettem. Mint a Matrix, ez az én világom, érted? Bejössz, és onnantól kezdve a gravitáció más fele. Atya úristen. Jó, de most már rossz idő lesz, most már hova kábriózol? Vagy beülünk másba, vagy miért? Abba viszem, ez vagy a jövő május újra. Balázs, majd veszel sálat. De ilyenkor már nem, hát ilyenkor már rossz idő van, nem? Vagy ilyenkor még mindig kábrióban mész? Balázs, hogy figyelj, amennyiben ez nem halvadik, akkor veszel sálat. Tehát akkor kábriózunk, de figyelj, lecserélheted egy ilyen jacuzzis beszélgetésre, de azt szerintem még nyomorultabb. Ez rohadt nyomorult. Nem, azt hol a papucsom TV, jaj. Nem. Egy vezetés, az oké, benne vagyunk. Ne igen, és itt említeném meg a főzést, amiből már most próbálsz kialkudni magadat. Hallatszik, rettenetesen nyomorultul, hátrálok egyébként. Igen, és írni fogok egy versikét, amit magamról írok, és neked ez egyfajta ilyen óda, egy himnusz lesz magamról, amit neked komolyan el kell szavalnod a kamerába. Jó, azért erre még azért mérget ne vegyél. Szóval az ügyvédeim fognak megkeresni, és várják az átküldött szerződést. Ugye elolvassuk az apró betűsét. Isten hozott a net egy szürke gazdaságban. Jól van, megbeszéljük, hogy mikor lesz ez jövőre, jó? Hát ez szemétlád, de nem jövőre. Öltözni melegen jövök, érted, adás után. Jó, az biztos, hogy a Jani látta bundás kenyeremet. Hogy milyen bundás kenyeret csinálok. Igen, tehát ilyenekre számítja. Sok alapanyag nem kell hozzá, tehát ez egy olcsó főzés. Viszonylag rövid lesz, de annál tartalmasabb. Jó, hát nem fogsz nagyon lejjebb lenni, mint a kaszakonyha általában. Nem tudom, miket főznek a TV-nél, nem láttam. A tojást, belemártad a kenyeret, az ember bedobod az olajba, az kész. Hát elmondom, hogy nálam konkrétan eddig a millilit ravioli volt a legbonyolultabb folyamat. Az jó. A Vastag Csaba konkrétan eljött, hogy csinált egy rántót. Tehát mondtam, hogy miért nem mész a búzsba. Eddig kettő ember jött és alázott meg rántottával, volt millilit ravioli, a Várkonyi Andi pedig ilyen sima marhahús golyókat beledobált forró olajba. Tehát, hogy nem teljesen világos. Ilyen millilit golyókat? Nem millilit, azt ő elment, vett egy leértékelt doboz darált marhahúst, golyókat formázott belőle, és beledobálta a forró olajba, és mondta nekem, hogy Tibi, edd meg fasírsz. Tényleg fontos, hogy ezt utána meg kell enni? Vagy már megenni nem kell? Mert olyat csinálok. Igazából adásban soha nem szoktuk, vagy élőben soha nem eszitek meg. Aha, nem szoktuk jó. Megenni, de most kivételt teszünk, és te azért megkóstolod. Még a hűtőből a fasírt golyókat, amiket az Andi csinál. Három hónapon ezen. Amit a Várkonyi Andi csinál. Igen. Manker, bundás kenyeret kérsz? Jó lesz ez, gyerekek, majd meglátjátok. Na jól van, oké, akkor majd beszélünk, jó? Jó van, akkor jövök érted, öltözé melegen. Mindenképpen. Jó, hoztam sárga sapkát, kesztyűt van nálam. Cső, Tibi, beszéljünk. Ciao, Tibi, köszönjük. Na, mond. Na, mit? Nekem egy hangos köszönöm. Mit? Hát ez a köszönöm, hogy megyek hozzád a szponzorkonyhába, meg a szponzorautódba. Tudod, ő így köszöni meg. ez az én köszönöm, hogy odaadom magam. Odaadom magam. Csak mondom Tibi, hogy amikor élőben jelentkezést csináltál, fölhívtál engem hétvégén, azt ugye 9000-en nézték, amikor én megszakadt a vonal, eltűnt 2000 azonnal. Csak megírt egy hallgató, hogy 7000-re ment a nézői száma, úgyhogy. Ja, hát alapvetően ez egybecsengett az országos áramszünettel, tehát ezt most nem tudom hova tenni. Csak jelzem. Vigyázz magadra, ciao. Szevasztok, ciao. Hello. De szép lesz. Isten, alig várom. Ott fogok ülni, sose néztem még kasza közvetítés, de... Kimozogjuk. Jó, kettőből az egyik régen mondok, de azért valamelyiket kimozogjuk. Bemész egy 3 perces lágytojás. Van még kérdés, te is köszi, hello. A biztos egyedül hoztam forró vizet is. Kis te a főzőbe. Hopp, itt van a forró víz, hopp, itt van már is a tojás, igen. Na, játsszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is van a hallgatónk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló! Ja, még most sem. Még nem veszi fel. Szilágyjanak majd egy ilyen műsora, hogy nem telefonál be senki, megsértődött és kiment. És adás szünet volt? Halló, itt vagyok, tévés változat, és ott láttál egy üres széket 5 percig, annyira megsértődött, hogy őt nem hívja senki, hogy kiment. És ott egy üres széket néztél. Csapkodtam a térdem. Isteni volt. Igen? Nem hív senki, és hallottad, hogy egyre jobban felhúzza magát. Felállt, kiment. Ja, jó. Kiment. És egy üres szék volt ott, és zseniális volt. Nézted az üres széket, 3 perc, hogy jött egy telefonál, nagy kegyesen visszajött, leült, és folytatta a beszélgetést. Nagyon nagy. A harmadik halló, itt vagyok nál, azt mondta, hogy na jó van, akkor belevek. Berágott. Halló, jó reggel, ciao.
Hello, sziasztok, Zsuzsi vagyok. Zsuzsi! Honnan hívtál minket, Zsuzsi? Mikéből, Somogy megyéből. Mit csinálsz arra? Jelenleg a boltomba dolgozok. Bolt? Milyen boltod van? Saját? Igen, saját. Virág, ajándék, papírírószer, ilyen vegyes bolt. Hát, virág, ajándék, papír, ebben tényleg minden van. Minden van. És megy a boltocska? Igen, most minden szentekre készülünk ezerre. Ruha is? Igen, ruha, műanyagáru, virág, papírírószer, ajándéktárgyak. Széles spektrum, amit lefettek, némi darátus. Némi darátus és tejtermékük. Igen, mert kutyakaja is van. Milyenek a kérdések jelen? Hát, szerintem közepes. Viccet a múlt héten könnyű volt szerintem, de most egy kicsit talán nehezebb. Harmadik az kőkemény, azt előre mondom. Na figyelj, így szól az első kérdés. Melyik legendás musical egyik betétdal az I Got Life című dalocska? Picit énekelj már bele, hogy musical színész. Nem tudod, feláll Berger az asztalra, és akkor ott lerúg minden. Viccesz? Egy az egyben hozta, még egyszer lesz. Inkább nem. Hát, sajnálom, de nem. Nem áll, hát ez annyira híres. Még a Jani haja is kinő, hát mire megkapjuk a választ. Még a címe is passzol Balázsra. Nincs meg? Hát akkor ezt lefújjuk, hát pedig annyira híres. De csináld, ez okay. A hely. De mintha, de tényleg, becsukom a szemét, és látom. Na és most a tempós rész. Ez a Hair. Ó, te jó ég. Nem láttad, nem ismered. Ó, dehogy is nem. Ez a Hair, mikor a Berger. Hát sajnálom. A Berger föláll az asztalra, és akkor ott olyat énekel, hogy... Hát sajnálom, ez rövid volt, igen. Igen, de köszönöm szépen, egy élmény volt veletek. Hallgass meg, így. Mind ez ugyanaz, igen. Mint az előbb. És most az eredetit is. Na ez lett volna. Puszi, köszönjük. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ez azért, hogy már egy ilyen generációs különbség. Igen, ő már nem tudja, nem ismeri egyébként. Nem? Ez lehet a magyarázat. Nagyon furcsa. Pedig egy az egyben hozta a Trét Williams-t. És hányszor mondtad, hogy ha kicsi a Trét, sötrét. Fialát a rádió kun se hívja soha senki, ott is nagy csöndek vannak. Jó, hát ott picit magának is köszönheti szerint. Nyersecske. Kedvelem ajánlom, ezt egyébként nagyon szórakoztató vele. Bármiféle diskurzust folytatni. 9:50 pontosan jövünk mindjárt a nap legjobb. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Milyen jó is ez? Milyen jó is ez. És Jani, hogy utálja, te jó Isten? Jani gyűlöli, tiszta, teljes szívéből gyűlöli, rosszul van. Ja, mert nincs benne tiszta szívéből gyűlöli az egész, de nem csak ezt az egész Hair musicalt, úgy, hogy van. Gyűlöli. Nem kedvelem, de megnéznélek benne. Mint Berger? Igen. A Pakma milyen jó Berger volt. Egyébként tényleg. Nagyon-nagyon jó volt. Milyen jól toltál. Igen. Például picit baleset veszélyes volt, amit csinált, emlékszel. Várj, ott benne volt így ez a klasszikus lámpába belekapaszkodás lendülés? Nem, szerintem az így az ott nem annyira. Tök jó, esetben csak élek, valaki csak egy küldet, miért? Bali, miért kínzol minket? Hú, de kreatívak vagytok. Jó, hogy nyomod, Bali. Jó, ez a Berecki Zoltán szám. Újra most sláger? Ezt legalább annyira gyűlölöm, mint Jani, mintha beleimet húznak. Inkább a kazád, ettől még az is jó. Mi a Balázs kiment a budira? Megnézi, mi Jani fejét, miközben ezt a számot hallgatja. Nem, igen, hát erről már volt egy hosszú értekezésünk a műsorban. Igen, a műzikről nem az a...
Szilvás gombóc. Létszín. Hol van én benne szilvás? Nem, ez a padlás. Ja. Érdekes, a padlás, azt én sem szerettem soha. Én is, inkább a szuterén. Én igen, igen. Egyterű szuterén, félszuterén a padlás. Igen, a lift hofon. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó ma reggel. Felhívtuk Dr. Szegedi Istvánt, a debreceni gyermek hematológiai osztályvezetőjét, hogy áll a gyűjtésünk a vénaszkennerre, csütörtökön indítottunk, miután kaptunk egy nagyon megható levelet. Egy alapítványtól hozzánk fordultak segítségért, és hát elképesztő dolgokat tudtuk meg már múlt egy csütörtökön, hogy mennyire alapfelszerelésről lenne szó, nem is drága, másfél-két millió forint egy ilyen vénaszkenner, és hát ehhez képest nincs, ráadásul a hiánya ennek az eszköznek, hogy milyen szenvedésnek teszi ki a gyerekeket, csecsemőket, mire például egy leukémiás gyereknek megtalálják a vénáját. Tehát, hogy 8-10-szer kell megszúrni mondjuk egy csecsemőt, mire a nővér jól tud szúrni. És elkezdtünk gyűjteni vénaszkennerre, ami drága hallgatóink segítségével, ma pedig felhívtuk és lezártuk a gyűjtést, megkérdeztük, hogy állunk. Egészen elképesztő adatokat, számokat mondott, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rátok, drága hallgatók, és minden cégre, minden felajánlásra, minden magánszemélyre, mindenkire, aki vagy pénzt adott, vagy eszközt vett, vagy vesz a saját pénzén, vagy járul hozzához, hogy eszközt vehessünk, úgyhogy köszönjük szépen tényleg mindenkinek. Nem akarunk senkit kiemelni, ez egy ilyen nagy kollektív. Kollektív köszönjük tényleg mindenki felé. Úgyhogy erről volt szó, valamint úgy látszik, tényleg egy nagyon jótékonykodásra mentünk át, ugyanis lezártuk a turnét ugye pénteken, és arról beszéltünk, hogy milyen jó lenne, ha adhatnánk egy autót, már újra valakinek, és aztán kitaláltuk magát a játékszabályt, hogy hogyan lehetne benevezni erre a játékra. Hát meg a mink van, ugye? Meg megpróbáltuk összetenni. Már mindenünk van. Csak még hát, a kocsi. Jó, hát ez egy kis szépséghiba, de hát egyébként jó. Hát igen, elindultunk, de milyen jó lenne autó, és azon belül pedig mi összekezdtünk dobálni különböző dolgokat azért, hogy mit tudnánk még beletenni, hogy hogyan segítsünk elsősorban rászorultaknak, mert hogy szeretnénk egy ilyen autó átadást is. De hát ez még csak igazából fantáziálgatás, viszont mi már nagyon jól összetettük azt, amikor. Nagyon, nagyon, nagyon. Hát annyira jó ki többet, ki kevesebbet. Persze, hát most jó, mindenki. Igen. Na mutatjuk már is, hogy mire volt szó ma reggel. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. Na, akkor ezt folytathatjuk egyébként, nem? Természetesen. Egy autó így közösen a hallgatók által. Hát, ha van autó. Igen. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel. Hát fontos, hogy legyen egy gép. A legfontosabb hiányzik, de hát meg valami. Csabi, nincs egy kocsid, de van. Dobd be a közösbe, nézd meg, hogy Jani adott 5 liter ablakmosót, érted? Ablakmosót én adok 6-ot is. Az már nem kell, az van. Már 11. Az már van. Az már autó. Nem, most nagyon gálás volt, igen. Üzemanyagot adok. De miért én adjam az autót? Hát te jöttél ide most be, most mindenki beletette, ami ilyen volt, hirtelen te jössz. Ez, nagybátyám Amerikában él, és egyszer kitalálta még jó pár évvel ezelőtt, mondjuk 15, hogy akkor lepjük meg édesapámat, hogy mi itthon vegyünk neki valami iszonyú drága, nagyon-nagyon menő CD játszót, ő majd onnan másolt CD-ken elküldi a kedvenc dalait. Tehát ő beleöl 200 forintot, mi meg... Aha, tök jó. Hát most így vagytok ti is, az én autómat dobjam be a közösbe. Köszönöm szépen. Nem, az autódat nem akarjuk elvenni. Hiányoztunk, Csabi, mi újság? Jó volt a múlt hét? Hihetetlenül jó hangulata volt hallgatva is, és aztán tegnap találkoztam a Janival, és akkor elmesélte élőben is, hogy hihetetlen volt ott nektek. Nagyon klassz turné volt. Nagyon jó szeretetet, meg tömeget. Rengeteg eljöttek, nagyon sok mindent hoztak, nagyon-nagyon szerettek bennünket, igen. És mondtátok végig, hogy az időjárással is mázlitok volt, de azért reggel 6-kor, még ettől függetlenül, hogy jöjjön, az a csíp, nem? Tehát csípős az a volt, de nem az a talajmenti mínuszos fagyos, tehát én 8-10 fok, és aztán ahogy följött a nap, akkor pedig szikrázó napsütés a legtöbb helyszínen. Tehát Bajáról kiérve én megálltam, hogy egy tó mellett fél órát napozni. Annyira szép tavat találtam ott a 70-es úton, hogy és gyönyörű 25 fok. Tehát óriási mázli. Nagyon óriási mázli. Sajnáltuk, hogy nem voltál ott, mert nekünk tudom, is mennyire van, tudod, és ezért azt a sok ajándékot elcipen az autói. Nem tudtuk hova tenni, igen. Csabikám, ja, gyorsan hívjuk a rap hallgatóját, és akkor utána mondhatod a... Jó, mondom is, mert van mit mondanom. Fantasztikus zenéken. És annyira jó volt a kitelepülés, hogy pénteken még egy ráadást is adtok hallani. Igen, megyünk pénteken, majd mondjuk a helyszínt, hogy hol vagyunk. Egy műszaki áruházlánchoz megyünk. Kicsit nyilván más jellegű kitelepülés, mint amikor csak itt simán megyünk. De lehet jönni oda is nyugodtan. Egy csomó nyereményünk lesz. Jövök. Jössz? A nyeremény van. Halló? Jó reggelt, hello, morning show, szia. Jaj. Hello, nem írtad alá az SMS, Balázs, szia. Ha te küldtél feltéve. Küldtél nekünk SMS-t? Kinek? A Morning Show-nak, szia Balázs! Nem. Nem küldtél?
küldtem, csak nem írtam alá. Nem írtad alá, és nem is mondtad be most, hogy Morning Show. Nagyon dolgozol, nagyon dolgozol. Igen, igen, srácok. Igen? Igen, akkor nem. Igen, akkor nem. Jó, nem zavarunk, köszi, hogy írtál. Jó, csinálj csak. Ciao, hello. Szia, szia. Fogalmam nincs már, mit írt. De biztos jót. Ja, nem, itt van, igen. Igen, ugye arról beszéltünk, hogy a rendőrök már nem fotóznak bennünket lesből, mert hogy ugye kiadtak egy olyan, nem tudom, törvénymódosítás, vagy rendeletet, hogy látható helyről kell fotózni. Kulturáltabban. Igen. És írta nekünk a hallgató, aki nem írta rá, hogy nálunk a körzeti megbízott neve Bújdosó. Ő számít, mert hogy kértük, hogy írjátok meg nekünk, hogy láttok-e sussásba rendőrt. Buktassátok le őket. És erre írt a hallgató, csak hát elfelejtette, hogy írt. Jól van, Csabi, kámra, meg zenék. Hát képzeljétek, biztos emlékeztek rá, egy hónappal és egy nappal ezelőtt, 2-án, szeptemberben minden előadótól 2 dalt adtunk, ma pedig 3-a van. Mi következik ebből? Remélem, hogy 3, mi? Azt, na most képzeljétek el! Nem, most hogy? Esküszöm. Egymás után leadsz 3 dalt? Például, ha szereted Lady Gagát, csak itt mutatok például a Balázsra, akkor milyen jól fog neki esni, hogy a Poker Face mellett meghallgathat még egyet, sőt, még a legújabbat is. És holnap mi lesz 4-nél? Na, azt a mindenit neki. Nem lesz egyszerű. Ugye? 4 Hollywoodot összeszedni. De most ez mi ez az új rendszer, hogy 4 dal egymás után? Nem, 3. Mert 3. Mert 3-a van. Ezt úgy hívjuk ma, hogy Class FM tripla top. De durva. Hány napos ez a hónap? Húha. Na most mit szólt? Ha, mint egy. Jó, de hát azért, hogyha beleveszitek, hogy 3 Bon Jovi, 3 Depeche Mode, érted? Tehát, hogy vannak olyan 3 halott pénz, 3 verhez, Jézus, ma van még egy is a 3 halott, 3 Heaven's 27. Lenny Kravitz, Avicii. Tehát, hogy Atya Isten. Nem, jó, ugye? Persze. Na. Jól van, Csabi, jön a kívánság műsora, hallgassátok meg, Balázs sokszor. Balázs ráfűzött. Látod, hogy elkaptam, látod az arcomon, hogy a lényeg, hogy a hallgatók is kérhetnek így dalt. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy kérek egy Adélt, hanem 3 Adélt küldök, nem tudom, a szerelmemnek. Vagy munkatársak. De jó, nagyon jó. Három dal a Herből, hogy Balázsnak hazafelé utazós zene. Csavikám, jó munkát neked. Kösz szépen. Jó, jövünk holnap 6-kor. Vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids. It's brand new.